Mi a fasz? De ők tesók, nem? Mi a gyász történik? Oké. Tőlük kérek kölcsön? Nem úgy tűnik, mint akik nagyon kölcsön akarnak adni szerintem. Oké. ATM fúrás? Hát akkor csak adnak kölcsön, nem? Na, álljátok. Császájrex, mi a helyzet öreg? Minden jó. Minden jó. De ha ATM-et fúrnak, akkor lehet adnak. Hello! Szia. Figyelj, most furán fog hangzani a logikám, de megpróbálom. Szóval látom, hogy ti csináltok ilyen rossz dolgokat. Én meg mindjárt éjjel halok, nem tudok adni 500-as kajára. Hát ha... Mi a számon? 382. Tessék. Teljesen rabolnak. Szállják ki a kocsiból. Jó. Mennyi a többiek közé. Egész jó óra bér. Valaki vigye el ezt a kocsit. Adják neked odébb... kaját, vagy mi kell? Odébb álltak vele legalább. Adj el, be majd utána. Elviszem én, leadom a telepre. Nehogy lead, bazd meg! A katalizátor. Nehogy lead, az egyetlen korzám, az összes vagyonom! Hello. Jó, jövök, Jugi. Kérsz kaját, vagy micsoda? Megleszek talán. Szevasz, tesó! Hello. Hello, szervusz. Ügyre vigyázz az aranyeredre. Jó, akkor mégiscsak tartoztok el valahova. Miért? Persze, hát a baptista egyházhoz mondjuk, hát. Ja. Én is vallásos vagyok. Neked ismerős a hangod, te csóró. Én Lapas Lajos vagyok, üdvözlet. Hello, szia. Hello, szia. De, az, tudja, hogy az. Milyen kereskedő? Fém. De, nem mit eszembe a neve, geci. Azt a... Tokatos Giulio, az volt nálunk, aki vette a katalizátorokat az Opelok alól. Hát figyelj, eladtam a fogyidatom. Telepre, de hát... Mi tényleg eladtad? Hát tényleg eladtam. Nem, már az 500-ban vissza sem veszem. Hát... Akkor legalább vagy többet. Szedd össze azt a túlsztotta szembe. Hát nem tudom, mindjárt belenyúlok a zsebembe, jó, megnézem, hát ha van nálam még valami izé, ami nem kéne, jó van, nincs. Nálam még van egy hernyó. Ti a pénezés sőcső, majd visszaírok amúgy. Tasánkos ső. Hát látod Lili, undorító. Nem biztosításra kell neked úgy szegény rendőrök rájuk rannyanak. Hát benne van amúgy. Ha nincsenek itt rendőrök, miért kellene túszok amúgy? Hát ha jönnek a rendőrök, akkor kell. Ja, egy ilyen biztos, ami biztos persze, alapon? Persze, hát mi biztosra megyünk. Hát, ja, értem. És az autót miért adtad el, te köcsög? Hát kellett a pénz. De mennyit ad egy olyan? Hát figyelj, attól függ mennyivel veszik be a telepen. Hát 3500-4000-ben. 4000-re leadtad a kocsimat? Hát figyelj, fogsz egy szerelőradádat, ezért bemész főpulluba, azt ezért 5 perc alatt kipattasz az 5 darab katalizátort, ezt visszaveszed. Mi a fasz? Vannak hát ilyenek? Hát az lopás. Ez tényleg az, ez illegális, én nem csinálok ilyeneket. Őt se. Nem, csak tisztítod majd ki a katalizátort, aztán visszaviszed. Valamikor. És most mire várunk? Remélem jönne a Black Street Boys és felszabadítanak. Menj, megfegyegetem. Na meg fogok ölni a faszommal, megfegyegetem, az a baj. Elveszem kicsit a fényegetet, hogy megvakulok. Így jobb. Hát azért ilyeneket nem vállalunk. Mi hogyha kijönnek? Mert most mit csináltok még? Már nincs kifúrva a dolog? Hát nem tudom, mit csinálnak. Ez egy kurva jó kérdés. Hát szerintem nincs, mivel itt állnak. Hát mondjuk ez jó megalapítás. Jó, el fog jönni értetek a Black Street Boys. El fognak kapni a barátai. Kettő mi áll. Jönnek a korzákkal, az véged. Rózsaszín trikós, te. Rózsaszín trikó, van egy... Van, a korzákkal? Korzákkal, persze, jön a korzageng, azt elkapnak. Hát figyelj. Amúgy múltkor 4000-et adtak a másik korzára, ez csak 3500-et, ki volt rohadt be az alja. Hát ez jutott nekem. Hát az ez jutott, nem állapalom rendesen. Á. Tessék, tesó. Most nem akarom én senkit se bántatni, de ebben a kocsiban ilyen szét kulcsek szag van. Csoda. Itt a kocsiban, itt a hátsó ülésen egy kicsit szét kulcsek szag van. Hát ott szoktam baszni. És miért hoztak még egy túszt? Ilyen mosatlan gecik. Tiszta pericillin gombás a faszom.
Igen, kitom ezt, ez meg van óvat dolog. Ja. Akkor ide lefáradok ide az úri emberekhez. Mi a fasz? Majd én tárgyalok. Hol a csapat? Kezdtem, jó? Hez, zip move-et, kényelembe. Tárgyalok? Nagyon roppant. Ja, hogy most kezdik? Hát, ott épülök, mert itt szikrázik a jó Isten is, hát. Tessé. Van 9 milliós lőszeröd? Hát se vizsgáltak, amúgy lehetne nálam fegyver is, vágod? Jó, még gondolom, nem gondolták, hogy egy korzásnál, aki kéreged 500 dollárt, hanem van. Nem baj, nyugi, jönni fog. Esetleg egy kis a Black Street Boys is felszabadítanak. Hogy valami ételt vagy italt, hát megpusztulok. Most jöttem egy órája, aztán majd befognak rabszolga munkára. Nem elég, a gyapott földről elmenekültem, most meg itt is, hát. Gyapott föld. Én itt mindenki leköpi, egyetértek. Jó döntés. Ó, megyek az úr mellé. Megértem, melyeket nem számod? Hogy el kéne futnunk a faszomba. Vasútállomáson a vagonok. Na, érdekel amúgy? Hogyne, hogyne, hogyne. Mit kell csinálni? Figyelj, de biztos, hogy... Hát figyelj, itt... Nagyba fizet. Érdekesek haját, és az miért jó nekem? El akarom menekülni amúgy. Most simán meg, tehát hárman vannak, három fegyveres, jönnek a Black Street bajok, simán kivitelezhető. Hát nem tudom. Valahogy írnom kell neki egy SMS-t. Az a baj, nem tudom, hogy egyáltalán a város vannak-e. Megmutatják, hogy hogy kell. Figyelj, betanítok munka. Hát te kitanít be? Fellázzanak a túszok, amúgy ezt a kettőt elverjük fejenként egyet, ő fúr nem ér rá. Vagy sima? Leütök egyik őket, basz meg. Kár, én is elmondom, hogy kés amúgy. Venni kellett volna egyet. Vagy most mi? Most rasszista vagy, vagy mi? Aha, na fogom. É, basszátok, van egy kis probléma. Na mi? É, valamelyik elkövető mondja meg mi a száma. Ezek tényleg eladta a korzzel, most az a mit csinálok? Oda kéne adnom, rendőrök elveszik. Hát súgy, beeldugod az ülés alá majd, hogyha jönnek a rendőrök, de állam nagyon üszkő, hogy ezt kéne. Kit kell elvenni? Kitől kell elvenni? Hát odaadtam volna neked, Dick. Szerintem odaadt az egyik... Nem, mi a számod? Mi a számod? 160. Mi a számod? Elég fura. Tessék. Szia Ákos, csőcső. Adjak egy telefonszámot, és akkor megkeresem. Nem kell, nem kell. Azt a kurva, így azt akadják, megyek én csoda. Veszek már több is mahásnál, fiai. Azért. Action van. Mi a faszom van itt? Mi a faszom van? Most kell futni, most kell futni, most kell futni! Amúgy, ja. Bicikis rendőrök voltak, nem? Nem, átut az úba. Hú, később az meg. Én amúgy biztos elfut. De miért nem futunk el? A túlszok nem... Hú. Szacsótai cső, szia számtánkényi cső. Mindig RRP-n vagyunk. Ja, hol máshol legyünk? A legközelebb fussunk már el a faszomban, megint elmennek. Hát az lesz. nem minden a plát ilyen szép embert, mint én. Úgy nem tudja, mert nem az övé, nem? Szerencse rám, rajtam, hanem azt. Attól féltem, amikor elsőnök. Hú, amúgy legközelebb nem figyelnek, tényleg el kéne futni, de a túlsztársaim geci annyira figyelnek, mint nem tudom, kicsodák. Meg kéne pattani az autót, lerépni amúgy vele. Ezért tényleg? Hát ez... Az gond. Hát nem bárok még egy kicsit, tudod. Most. Elviszlek, hova? Köszönöm, mindegy dologod ki. Publik jó? Jó, mindegy, ez mindegy. Már itt vagyok, megkérdezheted, tudsz nekem intézni egy fegyvert esetleg? Kéne egy fegyver neked? Hát jaj, csak azon most eléggé le vagyok égve szerintem, még nem voltam még a bankban megnézni, de... Na, a baj, legutóbb eléggé rossz emlékeim vannak a múltkori, a két nappal ezelőttről. Gyere, viszlát. Jó, ülj át. A házamat, jó? Nem, bejövölem a házamat. Ja, jó. Meg fog erőszakolni, bazd meg. Jó, menjünk. Tényleg ad egy fegyvert ingyen? Na, ez könnyű, amit gondoltam. Na, itt vagyok, lesz csak. Figyelj, a fiókájába találtam. Kicsit poros, érted, egy kicsit poros, de hát porod, de az jól lesz az. Ah, köszi szépen. Ez csak. A mindenit, köszi szépen. Adok egy kis patront bele, egy kis ördög patront. Lehet nálam ilyen pisztolycset? A mindenit. Figyelj, ha úgy van, most ebből adok egy kis konstrukciót, próbáld ki, minden. Egy elég szólok előre, mert úgy hiszed magadat, mint a Superman lennél. Úgyhogy nem nagyon elszakít. Tényleg elég komolyan érzem magam. Megrögtál, mint a kis táskapukát. Tényleg, eléggé megvisz. Hát, ja.
ezek a buzik, ezek a lupikék, törpikék, hogy elveszik a fejét. Majd bevetted, hogy láttad ebben? Azt hittem lehet ilyet, tehát a faszom se tudja. Tőlem nem vették el. Hát meg basszák meg amúgy. Ilyen pisztolyt használtak egyébként? Vagy ez ilyen rendőrségi? Vagy ez mit tud? Hát lehet, lehet használni, hogy lehet használni. Igen? Gyors, gyors, meg lehet venni itt a izébe, a fegyverboltba. 24 ezer. Tényleg? Baszkem is tudtam. Ki a faszom volt ezek? Ajaj, ők nem a túlsztársaink voltak? Szerintem ők jöttek ilyen autóval. Nem tudom, nem tudom. Itt nem izélhetnek. Haló! Jó napot kívánok! Szevasz, uram! Figyelj már, azok a sutyerákok, akik rabolták az ATM-et, azt mondta, hogy nálatok lehet olcsón csúszni venni. Geci! Milyen, mennyibe adjátok? Geci! Várt valami legegyszerűbb kis maroklövő fegyver. Van SNS-e. Az mire jó? Az, figyelj, az a probléma, kis pisztoly, olyan kicsi, mint hogy a nadrágokban van, jól vicceltem. Pontos. Hát az a puha 9-es. Milyen van, az baj, nem tudom milyen van, mert kb. Egy van napja érkezett. Ezt lelépek innen. Navi revolver. Van, persze, hogy meg az, meghallgatjuk az árakat. Mennyibe törög a heavy? Hát az 25-es. 25.000 egy heavy. Hát az jó, olyan nem lesz egy darabig. Na mindegy. Jó van akkor. Együtt vagytok? Minden ilyen egy. Nem. Na nem, én lépek is szerintem, köszönöm szépen a segítséget. Mi ketten vagyunk. Hello. Hello, hello. Lapos, Lajos vagyok, üdvözlek. Örültem nagyon. Ábi szép, viszont kívánom. Szasz, batya. Szevasz. Aztán járműkereskedés, nem tudom mik vannak. Kamionos vállalkozás, kórház, a Los Santos County Sheriff. Ú, sheriffnek jelentkezhetnénk, nem? Na jó, hát ezt be kell rá, próbáljunk rá, hogy esküszöm rápróbálhatnánk. Én szállítás lesz mindjárt, igen? Várjátok, tényleg? Illegális stop a rendvédelem által szerzett pénzszállításon kívül tilos minden illegális cselekmény. Bazd meg. Hát akkor most kell kadétnak menjek. Riffség. Hú, egy kis NRK. Hú, ez undorító. Hát akkor a Black Street Boysnak kell lekapcsolni a pénzszállító autót, csehát nincs mese. Szóval honnan indul? Lágy, tisztelt lakosság, 19 kezdetét veszi a pénzszállítást, 17 perc múlva. A bazen nem láttam a kiírást rendesen. Oh shit, eltűnt. Nem lehet megnézni a kiírásokat? Tomagtartó üresen. Itt van valaki. Ne fegyverezz le! Jó napot! Jó napot! Akkor rossz napot. Tá, GG! Itt a Black Street Boys. Itt a Black Street Boys. Hol vagy? Összeszedlek. Itt vagyunk a publiknál. Jó, fő publik? Lasz. Micsoda? Vagyunk a parkolónál, publikus parkoló. De melyik parkoló? Vagyunk itt a kibaszott izé fő parkolóba. De fő jó. Nem érte, levágja a telefon a hangod. Jó, akkor fő parkolóba találkozunk. Jó, na csak. 2 perc és ott vagyok. Fő. Hú. Hol vannak JJ-ek? Azek telefonom sincs, hát mi a faszom lett velem, hogy mindenem eltűnt? Azt van. Haló? Csá! Add be! Itt nem ismernek ahogy másik szót, csak azt, hogy így meg ilyenek. Meg bare. Íj! Na! Most lesz valami pénzszállító, ki kéne pakolnunk. Van egy stukkerem. Én nekem is. A múltkor. Hát, én meg szereztem valamit egy csávó. Viszont már túlszkodtam, vágod, azt a másik túlsztársam adott egyet. Ja, akkor jó arcok. Ja, Grove Street-es volt. Az igen. És akkor most hárman vagyunk a nagy Black Street Boys. Á, így van, csávó, nagy meg Black... egy csaj, meg igen, egy fehér. Jó, és... hány fegyverünk van?
Szerintem csak kettő. Nálam nincs. Ó. Oh. Az gond. Hát mikor indul a szállítás? Várj, mennyi az óra? No, 13 perc múlva. Oda, és akkor így, ez így van? Igen, csak hát honnan indul? Ezt nem láttam a kiírásba. Hát írok valami ízét, rejtvényt gyorsan. Jó. Hát, jó. Jó, írj egy rejtvényt, aztán majd megfejtjük, vagy várj. De az hogy fog működni? Hát mondjuk nekik, hogy itt egy rejtvényt találják ki, vagy meghal 20 ember. És 20 ember nem kell hozzá. Ja, akkor azt behazudjuk, hogy jó, van? Jó, persze, kamuzunk, hát elhiszik. Tényleg. Segíteni akarok. Azzal tud segíteni, hogyha... Jó napot, uram! Jó napot. Ha túszokat kamuznak, azt el szokták hinni? Nem. Nem. Boszki, akkor megdőlt a tervünk, köszönjük, viszlát! Hallod? Na! Lehet egy orbitális nagy kérésem? Persze, mondjad! Felkapnál a lábújcomodra? Ne. Csak egy pillanatra kellene. Mit csináljak? De most vágod, de nem áll, most, te, most azért, mert bogaros az egész, most ne csináld már, ez gyere be velünk, kurva őrse. Jó napot, segítek. Jó, szerintem is menjünk abba az őrse. Ők raboltak el az előbb. Ők bűnözők, uram! Hát az a elvitt. Itt a Lamborghinisek rabolnak. Szabadok. Ja, szia, ki a Merci, hogy szabad kérdezni? Hello? Én, hát nem én vagyok, de ez egy Merci. Igen, a Brabus. De nem az kéj. Segíts. Nem a miénk. Az útszélén találtuk. Az egyik csávó. Jajaj, hát ott hagyták az útszélén. Aztán szándékozott visszatulajdítani azt hozzánk, esetleg. És ne, hogy most köptél be minket, hogy tolvajok, vagy inkezem, hogy hogy van? Ja, hát szar. Vágod. Miért hagytátok ott az autót az útszélén? Hát izé, lezártuk. Na, nem már. Ó, köcsög vagy. Baszki, most már nagyon rossz fiú voltál. Srácok, vagy leraknátok egy publikba csak akkor. Csak azért rakjátok. Hát elvitte a korzámat az egyik spanotok, ezt izé, de elrejtette valahol. Ott van még a korze, ott az előbb láttam. A korze az nem az a kékony, ott van hátra? Az a baj, az két személyes, ez meg négy. Nem adtok valami négy személyes autót, és akkor ott adhatjuk. Jó, figyeljetek, használjátok egészséggel, csak figyeljetek majd, jó? Jó. De lyukas a gumi, a baszki. Hát, nem lőttek ki. Ja, nem lőtt, ja, akkor jó van, akkor kösz. Nagyon csúnyát akartam mondani. Na, akkor használjátok egészséggel, vigyázzatok rá, jó? Jó, mindenképpen. Na. Jó. Hello. Hogy hívnak ki, ez a kocsi? Ez... izé, Imi. Akkor jó, nem Imi, jó. Na, jók legyetek, na, ciao. Hello. Jó, Imi és a suta, igen, én is szerintem is. Imi és a suta. Most mi a faszom? A rendőröknek elmondta, hogy ők raboltak el az ember, le se szarták. Kurva élet. Ja, mert mondta, hogy bogaras itt minden most. Itt a korzám, tényleg? Amíg ebben nem szállunk át. Hát azt szerintem se sokra megyünk. Onnan indult a szállítás, nézzük meg a PD-t. Hol a PD? Több is van, nem? Van vagy négy. Az meg jelölj már egyet, akkor nézzük meg. Ami lehetőleg, ami nem a publiknál van. Pedig már majdnem mondtam nekik, hogy fegyver van rájuk tartva. Én gondolkoztam amúgy, mert ez a kis köcsög az nagyon gonosz volt velem. Tudod mit kéne, hogy rendőrnek jelentkezni, azon gondolkodtam. Ja, ezen már én is gondolkodtam. Sheriff akartam lenni, de hát nem volt ott senki, úgyhogy nem lettem. Múltkor megpróbáltam jelentkezni és láttam, hogy 13 oldalt kell kitölteni, úgyhogy elment a kettő. Hogy micsoda? Ja. Van applikáció, nem elég, hogy oda megy? Nem. Na, nem. Ilyeneket nem csinálok. Azt nem elég, hogy oda menjünk és határozottan megmondjuk, hogy mi most rendőrök leszünk. Hát lehet, hogy működik. Vagy úgy, hogy mi most rendőrök leszünk. Vannak parkrangerek, FBI-osok, mint mondjuk a pillecukor FBI-os lehet, akkor szerintem mi? Pillecukor FBI-os? Ja, úgy hallottam. Mi? Nem, biztos, hogy nem. Pillecukor vágod? Nem. Mondjuk jól be tud épülni ezzel a kurváskodással. Vannak rendőrök egyáltalán? Én a kocsiba maradok, szóljatok, ha nincs, mert el fogják vinni. Nem, két napig volt pénzügyminiszter egyébként. Szerintem nincs. Most ezek a, nem most ezek a kék autó vannak és a klipszesek? Akkor jelöld be a kövit. Akkor be vagyok kokainozva, az ízé sokkal durvább, erősebbnek érzem magam. Ja, az fasza. Ezt is pont majd a rendőrsége, hogy ilyen kemény vagy tőle. Oké, itt vannak, nézd. Most bemegyünk meg éjjük. Ennek gondolom nem örülnének, mi? Hát menjük.
Mondjuk azt, hogy a mi városunkban ez így szokás. Jó, majd te mondod ezt. Jöhetünk, jó? Aha. Nem vagyok render, de bemegyek, nem ilyen. Jó, hát akkor menjünk mi is. Oké, azt hiszem, menjünk ide, azt hiszem itt van a pénzszállítás. Menj! Azt hiszem, itt van a pénzszállítás. Menj! Jó, jó, meg megtaláltuk onnan minden. Kicsit hittelem, hogy árulok izét, pénzszállítás információ. Jó, jó, tényleg, szerezünk pénzt belőle. Jó, igen, de mennyi esély volt, baszeg. Mert miért nincsenek itt. Bemegyünk gyalog, hogy jelentkezni szeretnénk. Ja, tényleg, úgyis most kell a pénzszállítás az ember. Tényleg. De mi van, hogy átvizsgálnak, akkor a fegyvereinket elveszik. Rakjuk be a kocsiba, mondjuk tuti ellopják. Kitwitteltem, hogy... Nincs valami lakásotok, vagy valami moteletek? Képzeld, múltkor béreltünk egyet, aztán az lett belőle, hogy nem fizettük. Na, mennyibe kell... Ja, és utána akkor a cuccaid ott maradnak? Napi $1000. Ez jó, csak hát két napra kibírok venni egyet. Ja, meg kell hozzá két lista, hogy működjön, de az már egy más dolog. Hát nem tudom, nekem olyan volt. Van valami Hotel Continental, jobbra elvileg. Most melyik az, basz meg? Most itt melyik a hotel ez? Szerintem itt balra fent. Tehát egy gyalog lehet, én nem gyalogolok. Ja, ennek van izéja. Valahol egy feljárója. Hopp, elindulnak. De az jelentkezik én, mielőtt még gyorsan. Ott egy helikopter is. Mit kéne? Hát ez egy jó kérdés. Még jó, hogy jöttünk rabolni a városba. Aztán ja, ugye tényleg jó. Lehet. Tényleg jó. Még egy opció, hogy addig... Mi a barátnőd neve? Sophie. De addig Sophie a kocsiba marad. És hogyha nagy a baj, akkor mi bepattanunk és elvezet. Meg gyalog bemegyünk. Hát akkor szerintem még nagyobb baj lesz, ha ő vezet el. Igen? Ó. Oh. Ja, nem, csak elvezet amúgy. Jó, próbáljuk meg. Jó. Akkor le kell, hagyj a csomagtartóba, hogy nézek bele. Hoppá. Kocsi! Gondolom a alter ego. Nem jó. Alter ego. Jó, akkor odaadjuk neki. Ó, megvan. Kurva. Bocsánat. Mindig pille cukorra gondolsz. Így van. De akkor jelentkezünk? Szerintem... Ott van, már most baj van. Mikor sétáljunk, mert csak így ezt menjünk? Ja. Akkor addig ülj be a vezetőbe, hogyha gond lesz. Ezek már jönnek ki. Most kérdezzük meg itt a sor elejét, ja, se szarnak itt. Minket. Uraim, távozom. Szép jó napot. Vagy területére. Ó. A barátom fel akar tenni meg egy kérdést. Hogyha lehet. Mondj, uram. Szeretnék beszélni egy vezetővel. Fokszáron vezérezzed a sávi papcsolatot. Jó, akkor most nagyon örülök. Szeretnék rendőrök lenni és segíteni a pénzszállításban. Hát ilyen gyorsan nem lehetnek rendőrök, sajnos, uraim. És egy kicsit meg, lassabban, Mihály, mondjuk Mihály, egy 5 perc alatt. Vagyok. Ó, az nem is jó, megyünk tovább. Viszlát! Jó napot! Szélére. Pot. Maga rendőr? Szép napot! Igen. Szeretnék rendőrök lenni. Várjál, most hagyja el a légkört, mert ugye ott aktív tűzparancs van itt most. Na, aktív rendben. Nem mondunk többször. A légkört miért adjuk el? Hagyja el a légkört, uram! Már is! Adja a légy, de milyen halál nyugodtan mondta, hogy húha. Paszki, ha őt felvették, szerintem minket is. Szerintem bárki bejutott. Na jó, kérdezzük meg a sor végét még egyszer, nem? Ja. Vagy még nem hagytuk el a légkört. Jó, menj a sor végét, megkérdezzük, gyere.
Jaj! De Lícián jegyedet már van. Jaj. Ott az utolsó autót! Jaj! Szép jó napot kívánok, estét! Jó napot, parancsoljon! Uram! Szép napot! Jó napot! Bocsánat! Megyünk! Elnézi! Ó, bassza meg! Ez most az volt, akire gondolok? Én most nem tudom! Hasonlított a... Emlékszel az első túszunkra? Az ékszerboltban, ja, emlékszel? Igen, igen. Akkor menjünk innen gyorsan. Ezek nem kedvesek. Tényleg nem. Ez csibész volt? De tényleg? Te az zoom, hogy mi a helyzet? Te még NFZ-el? Pedig ő nagyon szimpatikusnak tűnt ott a végén. Igen, ő tűnt az egyetlen normálisnak. És ki volt az a másik csávó, akinek még ilyen izé, logó is volt a homlokán. Ő is logo, ja, igen. Igen. Ez lehet valami eltervezett szituáció. Ez lehet, hogy tényleg olyan, tudod, ilyen előre megtervezett. Na, akkor előrébb jutottunk. Nem. De most itt rendőrök is voltak, meg sheriffek is, meg minden? Ja, meg egy gyökér. Adjál a légkört! Elhagytuk. Ez az a csávó volt, aki múltkor átnézett minket, és mindig izé előről kezdte a zsebemet, mert elfelejtette, hogy mit mondott. Igen, már el, meg az. Mit nem. Ja, szerintem ő volt. Aki nem vette észre nálam a fegyvert? Ja. Lehet azért, mert lány vagy. Lehet, nem, izé. Az idióta volt. Meg se kérdezte, hogy átnézhet-e. Az volt, hogy izé. Nézegette alulról felfelé, és mindig megzavart egy másik rendőr, és kezdte előről, vagy 20-on mondta el a cuccaimat. De az a baj, én nem látok túl sok esélyt, hogy hárman le tudjuk kapcsolni ezt a 40 fős konvojt. De nézhetjük a módja, hogy lekapcsolják, mondjuk akkor kivenném a fegyvert a csomiból. Az de az nem olyan rossz ötlet. Mi? Milyen fura, hogy ki lehet úgy indni a csomagtartót, hogy ülnek az autóba. Ez új. Ó, de csak messziről, ne hagyjuk el a légkört. Oké. Okay. Az ahol nem tartozik a konvoj, az lehet, hogy tőle kéne. Hopp. Ez üres. Mi van, hogyha átszállunk és akkor izé? Ez jó ötlet? Lehet ilyet? Hát maximum többet nem ropizunk. Ajaj. Biztos jó. De várjál, gyorsan is elgondolkodok. Chat, lehet ilyet? Én amúgy még szívesen ropíznék, úgyhogy most át kell gondoljam jól. Megkérdezem a... Várjál. Vágó István vagy? Most ajánlod föl, légy szíves a segítségi lehetőségeimet. Jó, akkor lehet kérdezni. Akkor megkérdezem a nézőket. Amint, hogy... Hát, igen. Lehet ilyet? Ja, látom, elég sokan néznek itt izé oldalról. Akkor most nem lehet, vagy igen, vagy nem? Amúgy szerintem az ő autója. Hát akkor lefegyverezzük egyedül. Most már nincs. Lelépett. Lehet fix info. Szerintem az... Lehet a légkört. Igen. Lehet, csak nem ajánlott. Most ez... Jó. Menjen! Jó, oh. Úgyis ilyen FBI-s ruhában vagyok, és akkor én te leszel. Én megbíztam bennük, de nem vagyok benne világod. Vágó István, remélem, hogy jó döntést hoztak. Maximum felezem a következő kérdést. Lehet, hogyha vállalod az IC következményeket, ez biztos? Jó, hol vagyunk, mert nem menj közelebb. Most akkor közmunka jár, vagy nem? De most döntsétek már el, chat, hogy lehet-e, vagy nem. Valaki, kérlek, olvass el a szabályzatot. Elolvastam én, de közi jár, érte? De IC vagy OC? Tehát most IC kapunk kérde a közmunkát, vagy OC?
Ja, így elkapnak, akkor... Ez van. Ez érdekel minket. OC. Ez hát, most... Nehezebben látnak be. Várjál, gyors. Nyitom az imakönyvem. Ezzel most... Elolvasom a szabályzatot gyorsan. Hát, hogy kivé váljátok? Nagyon izgulok. Legális szervezet járműjének eltulajdonítás szigorúan tilos, kivéve az adott szituáció megköveteli. Hát itt most megkövetelte a szituáció, nem? Most megkövet... Ne, biztos, ez megkövet... Ez meg van követelve. Elbassz, hogy... Most meg ennyire levettem ezt. Ezek most tényleg nem vesz... Jaj. De most tényleg nem veszik észre, hogy nem vagyunk velük. Mi van? Ó, geci. Pontosan beszélj. Inkább lebukok. Ó. Lajos, geci, bukj már le! Ez komoly. És ezt most meg fogja támadni bárki? Remélem, hogy nem. Lehet meghalunk a faszomba. De végén segítünk pakolni ebbe a kocsiba a fegyókat. Ez egy jó ötlet. Mindenki messze visszhetnek az illegálosok? Ja, akkor, akkor itt a világ legnagyobb darája lesz valószínűleg, gondolom. Az gond. Jobban idegesít, hogy nincs középen a szám. Nem megyünk hátulra amúgy? Én már nem merek hátrébb menni. Jogos, kicsi fura lenne. Ja, hogy csak a pénzszállításkor szövetkezhetnek. Ja, értem. Jó, de gondolom, hogy itt most mindenki azt felé lövöldözésre, nyilván szeretnek az emberek lövöldözni. Suttogok. Oké. Okay. Szóval majd figyeld, mi leszünk a hősök, és felvesznek minket érdemérembe rendőröknek. És mi van, lelőnek minket? Szerintem nem azért vannak ennyien, mert itt barátságos kézfogások lesznek. Hát azért, lelőjük az ellenséget, és mi leszünk a hősök. Jól lősz? Hát nem. Adjak egy kis kokain? Nem biztos, hogy az most jó ötlet. Az lehet. Ú, nagyon-nagyon agresszion. Hogy nem vettek még észre? Szerintem nem erre figyelnek, hogy mi milyen ruhában vagyunk. Domi, Mazeri, te, Naruti, de Barney, Goku, köszi a követéseket, mindenkire jut a csatornán. Cső mindenkinek, aki bekövet most, az egy királyember! Aki meg rákadít a felkérdő G2-es linkre, az még királyabb. Konkrétan egy legendává válik gyakorlatilag, így is mondhatnám. Tényleg, hogy a felkérdő G2 a legkomolyabb ingyenes támogatás, olyan, mert egy tier 3-mal szabalnátok, hogyha rákadítok a linkre. Így van, Lidi, te is kattints rá. Sokszor, te is Priózer, te is Barney. Lodex, ez a beszéd, ezt már szeretem. Gyerünk, Roli. Szép munka, büszke vagyok rátok. Vágan én úgy bújjak, mint hogy muszáj lenne. Az igen, azt megmondtam. Fúúúú. Seat, van ilyen, hogy Seat 4? Hogy kell átülni a negyedikre? Control 4? És most mi lesz? Ah, nem, nem Control 4! Hogy kell átülni hátra? Jaj! Hogy kell átrölni, chat? Z autópanellel? Autópanel. Most hátraültem? Ura, emléltem hátra. Mit csináltam? Be sem bírom zárni! Be sem bírom zárni! Chat, jó, mit csináltatok, chat? Na jó. Mi ez a lövöldözés? Van egy kis baj. Micsoda? Mégse, semmi. Átraültem.
biztonságosabb. Jobb klikkel bezárom, igen, és utána mentődött el. Valahogy kilőtték a rendőr kerekeit. Kilőtte ki a kerekeit, vágod? Én nem tudom. Amúgy ha nagyon lövöldezés, akkor tényleg maradjunk hátul, mert meg fogunk halni tényleg nagyon. Szerintem hátulról fogok támadni, és mi leszünk az elsők, akiket kilőnek. Akkor le kell hajtani a partra. Itt hátul jobb azért. Nem, már stresszeltem. Az ültetett, ott voltunk az LFC-be, CLX-re. Baszán. Hát ide kéne szögezni. Kösz Forri, ez az HTML. Kattints rá. Csak legalább ötször. Tíz, tízet ért. Még esküszöm, jó szituáció is lehet. Hát amúgy tényleg, csak én nem történt semmi, pedig átmennék a fél városon. Mikor támadnak meg minket? Egy mennyien, hol? Ó, most lerakjuk a pénzt. Javíts meg. De lehet, hogy most kicsit odébb kéne állnám a közepére. Ó, geci, most nem fogunk le, akkor soha! Igen, ez jó ötlet volt, az nagyon szar sport volt. Hol kéne menni? Azt hallottam, hogy innentől már lehet dara. Igen, ezt én is hallottam. Jó, itt biztosítjuk a terepet. Jó, ez jó. Nem én erre jönnek. Te erre jönnek, akkor hajtsuk le a faszomba a tengerbe. A háztető novatosan. Nézzétek a háztető. Miért van? Ajjaj. Az tényleg ott van valaki. Kolléga! Kolléga! Tetőn, kolléga! Tetőn! Itt bal oldalt a kollég... Ott fönt a tetőn. Ja, velük van. Akkor semmi. Uram, lőnek, jöjjön! Szép dobot, maguk lőnek, rendőrök? Lőnek. Igen, beépítettek, így van. Megkérdezhetném a regüket, nevüket? Igen. Na. Kézzétő süket vagy? Megkérdezte a neved. Igen. Hogy hívják magát? Lőnek. Jó, hát akkor felezékbe vonuljunk, most ez nem fontos. Folka hello. Na, miért hittük azt a rendőrre, hogy egy izé ellenfél? Ellenség? Nem tudom. Most... Sterifa köztétél is 25-et. Már valakik lövöldeznek amúgy. Hozzájuk oda, nem mennék többet. Tökes! Hát mentél rajta, bassz meg, nehogy visszatolass most már. De jó. Úgy tűnik ez... Lövöldözés irányába megyünk, ez jó ötlet? Nem tudok visszavenni, mert ott a szöges. Hát ez tényleg nem. Én nem mennék át rajta megint, nem jó ötlet, ez az egy kocsink van. De ki tudjuk kerülni, nem? Igen? Nem biztos. Hát nem tudom, tapasztalataim alapján ez... Nem, lövöldöztem. Így, ó, nagyon jó. Ez okos volt. Jó húzás. Jöjjünk be még több rendőr közé, jó ötlet. Jó, csináltuk útakadályt. Így van. Most a civileket lövik a rendőrök? Ja, úgy látszik. Zentri, köszi a százast, ezt emlékszem, hogy érdekesebb és viccesebb erényt nem láttam, nem akarsz ezt a kíváncsi világ. Én is amúgy. És köszönöm, ennél érdekesebb. Hát most, és viccesebb, ja, lehet, amúgy lehet eddig is az izékre lőttek, nem? Városlakókra. Azért lehet, mi is lövő? Jaj, ez az a rendőr. Ennyi, szép napot, uraim. Jó napot. Legyenek szívesek elhagyni a területet, mivel nincs beépített egységünk, szóval legyenek szívesek elhagyni a területet, még egyszer ismétlem, még mielőtt bármi következik. Jó, megyünk. Kerüljünk rá egy nagyot, arról. Azt akar. A kocsi, az nem érdek. Mi nem menjünk közel többet az a rendőröz. Mi a fasz van?
Ajaj. Ez itt nem jó. Lőnek ránk, basz meg! Segítség! Ajajajajajaj, nagy a baj! Áááá! Mi a faszöges? Ez gond. Van. Tényleg baj, jobbra. Az a baj, van, hogy meg kéne szerelni ezt a kocsit. Hívok szerelőt. Jó ötlet, biztos ide jön. Nem szerelő van, amelyik őtök? Oh. Ez mi? Nino. Igen, légy szépen, hogy hangosabban, hát meg, könnyebben meg, megtalálnak minket amúgy. Próbálj meg bevinni még a ház mögé ide jobbra. És utána meg hívjunk te egy szemlőt. Mi a f... Bassz meg, normális vagy? Ez jó ötlet, mert... Stressz helyzetben vagyok, azért csináltam. Most már nem fognak így rendőrnek nézni minket. Felmenjünk erre a tetőre, itt mellettünk? Ja, próbáljuk meg. Jó, te vészed, de nem erre, a nagyobbra, bassz meg. Oda fel lehet? Igen, a téglára. Hogy ne lehetne, aztán van létra. De te mész előre. Innen látom, hogy honnan lehet amúgy. Erre! Erre, JJ! Rossz irány! Lőnek! Mi a keci van? Ebben nagyon sokan vannak! Ebben rengeteg, nézzek a tetőket! Nézzek a bank tetejét, ahogy ott van vagy 40 rendőr rajta. Még itt magadtunk is töktek. Igen, szerintem maradjunk itt közel ez a klímához, hogy mi ez. Én balfasz vagyok és nem tudok guggolni. Bettik összegíted Mr. Corvónak. Tudok. Cica. Guggolj, mint egy cica. Azt a mennyien vannak ott. Jó. Akkor most kell kivárni, hogy lelőjenek mindenkit, aztán még minden. Ott volt egy katonai helikopter. Igen, az elég biztatónak tűnt. Mi választok, most lelőnek minket a faszomba. Nem akarod elővenni a fegyvered? De csak gondoltam, hogy nem lőnek le a rendőrök. Most hogy kinek segítsünk, a rosszaknak vagy a jóknak? Én nem tudom, kik a jók és kik a rosszak. Jó, a rendőrök lelőtték a civileket, ugye lehet ők a rosszak. Ja, meg amúgy is el kellett hagynunk a légteret, úgyhogy ott már nem szeretem. Tényleg a légteret is el kell hagynunk. Itt egy autó alatt, ami rendőr, bassz meg. Az gond. Bújj, zöldek! Olyat hogy tudok? Legyed prón. Amúgy jó ötlet volt úgy hagyni a szirénát. Upasz, egyetek, igyatok! Fasza ötlet volt. Meglőttek, vagy mi? Csak felvettem egy kicsit izé. Jaj, én is, hoppá! Jaj. Na azok ott, akik szembe lőnek a rendőrök, az tuti rossz fiúk. Az a baj, mi lövünk egyet is, akkor mindenki ezt fogja nézni, és ketten vagyunk. Akinek van a fegyvere. Vagy ó, tudom mi a jó, vágod? Ha valamelyikük esetleg elesik, kilútolja. Sofia kilútolja, és utána meg... Ja, na várj, csak akkor tudsz lútolni, hogyha izé vagy, nem? Valami családtag. Ja, nem, nem csak családban lehet, igen. Válasz meg. Az gond. Akkor nem működik a tervem. Kaptiva, köszét és 16-at, köszi szépen. Az egész fasz a lövöldözés. Ja, mondjuk kivernénk a részünk belőle, de valahogy úgy érzem, hogy mennénk sokáig. De megnézhetjük, ha gondolod. Előjünk valakit? Ja, csak még nem tudom, kit kéne. Mennyi lőszered van? Hát egy 40, az 40 ember. Nekem is 38. Itt van mögöttünk egy rendőr, ott tolat meg megy vissza ide-oda. Ja, de autóban nehéz kilőni, nem? Helikopter árnyéka is itt van fölöttünk. Elindulok! Ezek itt elég szabad célpontok! Ez itt nagyon szabad célpontok vannak, vágod?
Ezek most rendőrök, láttam. Vagy nem rendőrök? Ezek nem rendőrök, nem? Nem tudom. Elindultak, bazd meg. Rendőrök, rendőrök. Biztos? Ja, mert a rendőrkocsiba szálltak be. De tényleg ott a kadét. És megyünk tovább, mert akkor mennék én a kocsihoz. Ja, szerintem Papa, csak vagytok lőjétek, már jó, de serfált, vége a szitunak, hogy mi most itt meghalunk. Érted? Itt nem fog felszedni a mentős. Valami még ki kéne hozni belőle, most ez, hogy belelövünk a legnagyobb lövezés közepére ketten és meghalunk, annak nincs sok értelme. Figyelj, majd most. Oké, okay, szerintem eltaláltam egyet, de nem biztos. Valaki itt bóckodik. Szerintem az a bóckodik a publikból, tudod? Ja, lehet. Vágod, még nincs 11, úgyhogy még nem alszik. Tényleg? Ja. Lassan mennie kell érettségire tanulni. Őt kéne lelőni, nem? De ezek itt kik? Ezek fix rossz fiúk. Ezek biztos ellenségek, ja. Blondin köszítés 14-et, köszi szépen. Ott nagyon sziasztok. Sasol. Ez tényleg eléggé sasol. Kilőttem 4 golyót. Fasza. Ja, most csak arra... meg? Hát azt hiszem egy. De nem biztos, de egy igen szerintem. Itt most nehogy átbelüljenek minket. Hopp, ott kiszállnak. Szerintem ezt a tetőt akarják, akkor nem engedhetjük fel őket ide. Nem, ez a mi tetőnk. Ez a mi tetőnk. Hú, azt szerintem mosom. Csuttak. Szerintem ez biztos. Valakit kiraktak ott, ez gyanús. Az ennyi felé. Most a rendőrök már elmentek? Az meg leléptek a rendőrök! Most az ellenség az azok a baj. Leléptek! Hát akkor most kurvára bajba leszünk. Hívjunk tényleg egy szerelőt? Szóval majd követjük őket? Ja, lelépett mindenki, vágod? Ahogy hallom, nem mindenki, de a nagy rész az embereknek lelépett. A rendőrök sincsenek itt. Nem nyomjuk. Próbálok szerelőt hívni, de... Ott mennek a főúton amúgy. Kávok ti, mi a helyzet? Na, ez fasza volt. Jó, hát menjünk akkor, akkor le. De te ennyire sietsz? Ja, de most már úgy... Vagy? Körbenézünk, hát van egy másik rendőrautó? Szerintem ezt nem hajtatod így. Hát ezt vezetheted így? Nincs sok kereke. Meg igen, csak lassan. Ja jó, akkor lassan menjünk. Oké, az baj. Ne lőj! Oké, visszalövök. Ajjaj, oké. Okay. Ez gond. Mindegy, bevisszük a kórházba. Mi kit? Ja, bazzeg, micsoda? Ne! Ez ilyen honom... Három golyóból kilőttek hármunkat. Assz a kurva, bocsánat. Ember. Hopp, hát ezek nem rendőrök voltak. Azt mondja, hogy ezek rendőrök? Ezek nem rendőrök, várjál. Hát, jó. Hívnak meg mentő, milyen kedvesek. Legalább ők kilútolnak és még úgyis hívnak nekünk mentőt. Sok emberben ez nem volt meg. Ezek nem rendőrök. Azt meg... Jó, én hívok mentőt. Na! Pozitív csalódás. És
nem úgy kezdte, hogy jó. Átnézem az úriember, sebe itt, oké, okay, hát ezt elveszem a fegyverét. Már rengeteg, jó, most lehet elveszi a fegyvert, de... Ja, nyilván. De legalább hívott mentőt. A többi eddig nem csinálta. Ó. Oh. Hello. Hello. Mi a pálya? Hello. Álmodtam egy fasza izét. Cuccot. Megjön, én is tortát akartam sütni álmában, nem sikerült. Na, most akkor hogyan tovább? Nem tudom. Raboljunk egy boltot szerintem. Ezt lehet fegyó nélkül? Hát, kéne fegyó. De én biztos, hogy olyan városi túsztán mozok még egyszer. Hát amúgy szinte bicikli. Ja, béreljetek. Akkor fel kéne inni, hogy találkozzunk a legközelebbi boltba, aztán izé pillecukortól majd kérek kölcsön. Hát hadd. Jó. Amúgy egy micska vett. Micsoda? Mit mondsz? Minden rendben? Azt mondja nekem ez a csóka, hogy követem, hát. Tényleg? Hi? Szép napot! Szép napot! Szevasz! Na, végre hallom önöket. Na, ez egy öröm hír, nem akar adni egy telefont? Egy telefont? Ja. Honnan adjék én neked telefont? Gondolom van, nem? Dehogy is. Tényleg nincs. Ugye, amikor a városba tesom, azt sem tudom, mi az a telefon. Hát mondjuk vágod, én is újvág, de én meg tudom, tehát valami komoly baj lehet. Ezek kajár van? Teléggé. De köcsög. Az Tuti van. Van telefonod is. Az nincs. Hát átbaszol engem. Azt sem tudom, mennyibe kerül. Hát azt nem kell tudnod, hogy mennyibe kerül, hogy legyen telefonod. Éj, oh. A nézésével, a kurva is. Hát elvitte a biciklid is, hogy ez elég szomorú. Elvitte, léci. Hát ennek már mindegy. Miért estél el? Nem tudom, geci, onnan a faszom, de fős is tudok állni. Előveszi a baseball ütőt, és elesik a... Mondjuk ennél profi brablást még nem láttam életemben. Az biztos. Elkábít és összeesek, és elviszi a biciklit. Kell az enyém? Hát mit tudom én, te hova mész? Ez van ott egy amúgy, ha elfutsz addig a boltig, ami itt van mellettünk, ott a közelben ott van egy bicikli, azt el tudod vinni. Melyik boltnál? Ami itt van, amerről jöttem. Abba, amerre ment a csávó, ott van egy kis bolt, és ott egy bicikli ott hagyva. Dobjad neki. Cső! Nem, ezt nem így kell, jó, mert mindegy, lehet így egy kerek, első kerek... lehet így első kerekezni. Szép napot! Félre álljon, uram! Á, gázolás! Hát ez nagyon jó! Engem le se szarnak, hogy jól vagyok-e, vágod? Szálljon ki! Le se szarnak! Szálljon ki! A korza! Csáltes jó! Vágod, elcsaptak, az le se szarnak! Most jelentkezzünk, vágod, most jelentkezzünk! Ez már galaxi, nem! Szálljon ki a gépjárműbe, kiszállok, csak le kell állítani. Állj már, a fegyver van áttartva. Én meg hatszor elmondtam. Uraim, ez nem baj, hogy engem elütöttek? Hát dehogy nem, azért állítottuk meg az urat. De engem nem kérdez, nem néztek, hogy jól vagyok-e. Hát túl értem. Jól van, uram? De túl értem, igen, de amúgy jól vagyok, igen. Tudja, miért nem vagyok jól? Miért? Még nem vagyok rendőr, a hazát szeretném szolgálni. Mi maga? Hát ez... Várnia kell, uram. Várnia. Mire? Magának is piros a szemem, nekem is piros a szemem. Szerintem ez egy olyan mágneses konnekció, amit nem szabad abba hagynunk. Ezt folytatunk, hogy maga kell legyen a járőrtársa. Majd beszél, majd megbeszéljük. Hol? Mikor? Hát, hogyha hozzánk jön, megbírjuk beszélni. Maga menjek be a rendőrségre? Hát de, amikor... Hát jelentkezett már hozzánk, nem? Most akarok. Várjál, na. Mindjárt megyek. Slup, fogd alkozz az úrral. Mondd el a jogait. Aztán beszélek na. Itt az urakkal. Zel akar futni. Hova futsz? Na ne, ne fussam. Ne fut korázzál, amúgy be itt tudok én sokkolgatni. Sok! Miben segítem? Szeretnék rendőrök lenni. Hazát szolgálni. Minden álmunk az. Mint a hősök. Ne fussam. Hát figyelj, hogyha eljönnek az izére. Lándra szálljuk, patrolnak a hákujára. Bázisára. Hova? A kapitányságra. Ez nem jó. Kapitányságára. Akkor megejthetjük a tagfelvételit, és leteszteljük önöket, hogy megfelelőek a rendvédelmi szervezetek. Most mehetünk is? Mehetnek, igen. Jó, akkor oda tekerjük a bicónkkal. Így van. És a Lamborghini-nkkel megyünk.
nagy erősségben van, ilyen ősemberek, ilyen elvetemült emberek nagy erősségben. Vigyázni fogunk. Oda kell figyelni. Jó van. Mi leszünk az új hősök a városban. Hamarosan találkozunk. Köszönjük. Ez az én korzám. Ez az én korzám. De tényleg az enyém. Ez csak két személyes, nem? Tényleg, baszd meg. Akkor felvesz. Amúgy ezt nem szabad, azt hiszem. Csapd be a csomiba. Csomiba? Amúgy be se ja, de beindult. És akkor hogy? Hát nem tudom. Nem férsz be. Jó, akkor megyek biciklivel, jó. Menjetek ezzel. Vagy akkor mi megyünk biciklivel, jó. Menjetek ti ezzel. Hát elődnek addig még egyszer. Uram! Mondja, uram. Ne haragudjon meg, nem akarok ilyen spurgetsz jelenni, de le vagyok égve, mint a bűn. Nem tudod, egy telefonra egy 500-as kölcsönadni, vagy 400-at, hogy mennyibe kerül? Az a baj, annyi nincs nálam. Na bassza, és egy plusz telefon nincs? Az sincs. Verte meg. De is őröz van. Azt is elfogadom. Na tessék. Egy pillanat. Bocsás, nagyon menni akarok. Köszönöm szépen, nagyon kedves. Legyen szép estéje. Viszlát. Legkomolyabb támogatás amúgy, de tényleg? Jaj. Jó. Elbuktam a kokainom is, nem ár. Na. Biztos. Készpénzzel lehet csak fizetni. Átbasztatok, chat! Fú, ki írta ezt be? Na jó, faszom, megyek inkább a San Andreas Highway Patrolra. Jól átbasztatok. Itt van valaki ebben a kocsiba? Oh! Végre! Oh! De megy, te jó ég! Még, megjött még egy izé. Hát mi ez a találkozó itt? Ez nem a Lajoska. Üdvözlet! Lajos ott a társad, a Teslában. Hello! Szép benapolt magának, és ilyen autó van. Ja. Hát, szép autó. Lekérdezzük a rendszerről, hogy nem ellopott az a gépjármű. Nem, semmiképp sem. Amúgy hát, egy úriember adta, mert hát elütött egy biciklivel és odaadta a kocsiját. Megint elütöttek, képzelj. Igen, baszki. Mondjuk aztán karamboloztam vele egy FBI-ossal, aki azt mondta, hogy le akarja kúrni pillecukrot. Az FBI WC-ben. Itt az egész város ilyen. Csak ugye? Én is. Maga nem jön, uram? Vagyunk mi. Na jó, essünk túl rajta, mert most már izzadott a gyerem. Így van, ugyanis a rendőrségre tekertem. Na és uraim, mit tudnak a rendvédelmi működésre, egy rendvédelmi szervek működésére? Őrzik a bűnt. Hát nem igazán. Üldözik a bűnt. Igen, ez a helyes. És próbálják megfékezni, hogy a rossz tevők ne tegyenek több rosszat. Így van. Ez így igaz. Igen. Kérdezzük olyanok azt, hogy például büntető törvénykönyvbe. Ajaj. De van egy tiltva az, hogy ön mondjuk megrongáljon itt egy kukát. Így van. Hát miért ne lenne? Na, rá azért. Bűncselekménynek számít. Na, honnan tudja az úr? Hola. Hát szép most jutott eszembe. Hola. Miben segíthetünk? Szép napot, uram, egy kicsit. Jöttem jelentkezni rendőrnek. Milyen? Maga is. Hát ez úgy jöttem, milyen felvétel van. Mi egy család vagyunk, mint a Vin Diesel. Tényleg eljövő. Hát ő Csibi Csabi a spanunk. Még egy repje is van. Csibi, az igen. Ja, ő a Dixoszi csávó. Hát akkor gyülekezik, a név gyülekezik. Amúgy nem, igen. Ennyien vagyunk most már, mert ha még jön valaki, akkor most annyi már nem lett pont. Uram, amúgy az nem erotikus izé kép van a pólóján? Ez egy festmény. Én magam loptam. Ez szobor. Nem, ez egy festmény. Mit őt ismered? Rávasoltam valamit. Azt a rendőrt ismered, ő szoptál ezt Tibit. Ki nem verülnek, de uraim azért fékezzük magunkat. Az elvárás rendőrként, hogy ízni kell? Tényleg ő az? Nem, nem, nem. Volt az. Mert akkor megtanulom. Nem, nem elvárás, uram. Na, tegye fel a következő kérdést, uram, mi mindenre készen állunk. Mindenre készen állunk. Így van. Hát akkor vezessenek már egy igazoltást, uraim. Jó. Kirin. Rajtam.
Be is. És rajtad? Ja. Kim vezessem le akkor, uram? Mindegy. Legyen a... Amelyiken szeretné. Igen. Akkor legyen a... Válasszon. Az afro úri ember. Kettő rendőr van. Úr. Ah, de melyik? Rendőr úr, rendőr afro. De mind a kettőre. Milyen izéje van? Jó, szóval itt velem szembeáll. A vörös szemű. Jó napot, okay. Kaphatok egyik kis értelt? Nem kaphat, uram, ez nem hajlítan szállok. Ezért a soltos tejfölös. Tovább. Ne verekedjenek. Jó, azért ne verekedjenek. Maga meg mehet ütni. Csaba, ilyet nem csinál egy rendvédelmi szertagja. Csaba, ilyet nem csinál egy rendőr. Védened kéne. Elkarolnod. Attól neki egy soltos tejfölöst. Na, haladjon tovább, uram, ez nem hajlítan szállok. Pontos kérdés, uram. Nem, hajléktalan szálló, haladjon tovább. Ez most egy gyalogos igazoltatást játsszak el, vagy azt akarja, egy... hogy itt ilyen halljak. Hát, uram, nem akarom, hogy ilyen halljak, viszont ez nem hajléktalan szálló. Nem gyalogos. A másik? És az akarod, hogy segítek neki. Az, ami nem tudom a számot. Kiszállunk a kocsiból. Kedved számom? Igen, a járművel való igazoltatást? Jó, akkor ezt olyannak, akinek van kajája. Na csá. Jó, rendben, akkor először is, nyilvánvalóan, elszólítom, hogy... Ha leszettek egyre, biztos, hogy meglőlek titeket. Lesakod a faszomba. Jó, szóval először is, nyilvánvalóan, elszólítom az urat, hogy húzódjon félre. Ugye nyilvánvalóan, amint félre húzódott, felszólítom, hogy szálljon ki a gépjárművével, akkor én is kiszállok a gépjárművemből. Napszaknak megfelelően köszöntöm, szép jó napot, reggel, nem tudom most mi van. Ezután, a harmadik. Ezután pedig közlöm vele, jó, hogy reggel. Miféle, milyen okból állítottam meg, tegyük az, tegyük fel egy gyors hajtás miatt, ami nyilvánvalóan egy bűncselekmény, és bocsánat, szabálysértés, nem bűncselekmény, az túl durva szó ebben a szituációban, és hogyha teljesen együttműködő nyilvánvalóan, akkor elkérem a jogosítványát, a forgalmiát, minden stimmel, akkor kiírom a számlát, és akkor tovább mehet, de hogyha mondjuk tegyük fel maga először egy baseball ütőt, azt öcsön vág, akkor lehet, hogy nem leszek ilyen kedves. És akkor mondjuk átvizsgálom a ruházatát, és is megbilincse, aztán beviszem a kapitányságra. Na uram, milyen profi levezette, azt tudom. Ez nagyon tökéletes. Na uram, figyeljen. Még az a kérdés, hogy ön szeret aláírá egy nyilatkozatot, hogyha meghalna abban az esetben, a családtagjai nem kapnak kárpótlást. Semmiféle kárpótlást, hogyha itt elesik. Munka közben, nincs rá, ó, az tökéletes. Ez most elég rosszul esett. Jó, és hát ők a családom, nekik mindegy. Ja, értem, jó rendben. Hát de hogyha ő meghal, akkor mi is, nem? Hát ez így van, mi? Együtt vagy. Együtt mi? Vagy. Nem tudom. Csak a szimbióta. Önök szimbióta. Összekött a vér. Ja, a vér, értem. Így van. Szóval egyik elvérzik, akkor mind elvérzik. Ez így van. Olyan, mint az ikre. Ezért tudunk beépülni sok fajdalmat. Helyre, mert négy különböző helyre elmegyünk, és az és egyik volt valamit, voltunk, bűnözők voltunk eddig, ahogy. És ha csinál is valamit, azt is érzi, mert az egy eléggé furcsa, uraim. Persze, figyelj, nem megyünk vele. Figyelj, elfordulok. Egy nő van, egy hölgy van. Szóval... Csinálj valamit, Lajos. Jó. Megütötted valamelyik tesónkat. Ez tényleg így van. Melyiket ütötte meg? Melyiket, azt is kéne érezed, az zöklömen. Az egyik fiút. Ja, au. De milyen egyik fiú? Steven-t vagy JJ-t? De ez nagyon gyenge. Ez tényleg elég gyenge volt. Bár a Csibi Csaba nem is a tesónk, szerintem tagadjuk ki a faszomba. Ja. Csipunak a tesónak. Rendőrök leszünk. Áll le inkább még a sorba. Ja. A repülőtére. Akkor engem felvesznek? Önt egyelőre még azt mondjuk, hogy igen, ön esélyes. De még ki kell menni katonaságra is, még teljesítenie kell a... Teljesíteni kell a futáspróbát, egy ilyen akadályfejet kell teljesítenie. Na így. Majd, meg falatmász, meg ilyenek. A többieket is kérdezzék, én ne csak engem. Nyugodjon meg, mindenkit fogunk kérdezni. Na akkor az uram, ideges maradok. Én kérdezni, nem akkor több mellettem álló fehér úriembert, itt aki ilyen szép fehér öltönyben van. Az fehér úriember, hogy jetszett. Hogyan kutatna át egy úrnak a ruházatát? Hát először is megvárnám, amíg lelövi őket valaki, lehajolok mellé, és akkor... ja. Akkor... Akkor így ide jövök. Ajaj. Jó. De nem, nem csak engem veszek fel, akkor baj van. Jó, akkor legugolok. Amúgy parkinsonos vagy? Nem, nagyon izgul és ilyenkor össze-vissza veszek. Belenézek a cipőjébe. Igen, itt látok egy cipőfűzőt. Igen.
Hát ne felejtsd azt is, hogy levegőt veszel. Igen. Ez mondjuk igaz. Levegőt vettem, közben jót találok egy hamburgert. Még hallatszódott is, hogy... A cipőjében nem is értem úgy. Beandugó az arra, nagyon elég. Belenézek ide a fegyvertókjába, látom, hogy nem ez... tudom, Gábor. Látom, hogy ez egy igazi fegyver, annak tűnik, úgyhogy ezt magától szeretném lefoglalni, amennyiben nincsen fegyverengedélye. Uh-huh. Jó, nézem tovább. Ide belenézek a mellényében, ne értse félre, kérem. Jó, akkor... Mondtam, ne értse félre, miért nevetnél? Nem érted. Jó, itt na akkor igen, poszter. Igen, itt látok egy vizet. Jó, ennyi van magánál. És akkor köszönöm szépen, hogy átnéztem a ruházatát. Nincs mi. Személyigazolványa van esetleg? Hogy ne lenne. Megmutatom? Jó, elhiszem. Rendben van. Na ennyi, így tanultam. De lehet csak kifogy az arra. Csőbb Lester, szia Ribona, nagyon szépen mosolyatok. Azt kell, hogy mondjam. Gyakran elrabolják amúgy? Nem. Kétszer hát eddig. Az szomorú. Egyszer egy rendőr kutatott át minket, nem? Ja, én egyszer meg ránk kiabáltak, hogy hagyjuk el a légkört. Azt mondta, hogy ha túszoknak is kell... Nagyon szépen mosolyatok, chat. Hát igen, igen, az így van. Tudják, nehogy a piszkos pénzt a túszhoz rájtsék és megvesztegessék, hogy kiviszi a túsz a pénzt a bankból, vagy a boltból, vagy az egyik problémás. Ha persze. Igen, akkor majd meglátom, Csaba, te már próbálkozol. Hogyha nem izé, hogyha nem jön vissza, akkor egy X időre egy adott helyre, akkor ki lesz csinálva. Mert volt már, hogy megfenyegettek egy túlsz, hogy vigyen a pénzt. Csak szerencsére lekapcsoltuk, meg lekapcsoltuk az elkört. Úrik, lecsett már csak 17 követő, és meg vagyunk 89 ezeren. Oh my god, 17. Van itt még ember, aki nem kellett, fejeljenek ezt a lila szívet, áú, ne ilyen erősen. Fejelje meg. Szeretnénk kérni, hogy egy ülzés során maga milyen sorrendben mit csinálna? Megtörténik egy üldözés. Én kaptam a legkönnyebbet. Én még nincs telefonom. Mit csinálna, hogyha... Az gond. Beszélgetésre... Szia! Jó, hogy XXXXT! És köszi Huna neked is, amint Filip. Köszi. Beszélgetéseket. Csőjét, üdv mindenkinek. Áú! Őszintén szólva, szerintem az utolsó felszólítás, tehát azért egy nem háromszor szólok neki, mert lehet, hogy nem hallottad, tehát így... De a kereket lőném, az biztos, tehát nem az ember... Ajjaj, a pit manővert kihagyta! Kihagyta a pit manővert! De előtte megpróbálnám utalérni, meg kipitálni. Ja, mondta, hú, jó! És tudja a pit manővert fogalmát a hölgy? Azt hittem, hú, jó, nem hagyta ki. Hát, uram... Nem az, hogy oldalról neki kell menni a kocsinak, úgyhogy jó. Sérüljesség. Hát, megmentette a helyzetet, megmentette. Óvatosan. A hátsó kocsinak a hátsó tengelyénél kell meglökni szólánc a cseten? Az autójának a jobb belső kerekével. Jó unalmasak vagytok, én még a felkérdő G2-tel is izgalmasabb. És elveszítse a kontrollt a gépjárművel. Mondom nektek. Az elkövető. Ennyire unózzatok a cseten. Akkor még az a Csivi Csabi úr, az hol van? Itt vagyok, csak kicsit melegedek. Bocsánat, jó napot. Kicsit ideg. Már az én autómban, nehogy itten elpárlogjon. Megnézem itt a műszerfalat, mert bejelzett, kevés az olajszín szerintem. Hát igen, hát... problémás. Nem. Ez hamis. Hamis. Hát... Viszem vissza a gyárba. Hú, az hát vissza kell adni, Balázskó, tényleg egyre vissza mondok a mondok. Csaba, ez már össze magad. Jó, csak ez kicsit üzi fájt a derekomnak. Jó, hát előfordul, opá. Még itt a Csabi úrtól. Igen. Csabi. Csaba úrtól. Nyugodtan Csabázom, jó? Nem jó, kell Csabi. Na. És amit hozzá tudnak tenni a Highway Patrol, az a jó hangulat, hogyha valaki az így van. Jó fejlesz. Ez így van. Ha valaki jó fejlesz. Amúgy cukrászdából is szerződésünk bármikor mehetnek ingyen enni. Meg Girosz King-nél. Meg az étteremben is van ingyen kajálatási. Girosz King-be. Meg Gokart pálya. Jajaja. Mindenhez van ingyenes hozzáférés. Na, akkor uram, öntől a kérdés a következő lenne. Ha egy gépjármű átszalad a dupla záróvonalon, egy szirénával ellátott gépjármű üvet... A Csibi sem megkapja a legnehezebb kérdést. Jó, Patrik, ezt nem kell mondani senkinek. Azt, hogy lopat az autó, az lényegtelen. Azt mondta, hogy kölcsön adták. Kipiteli oldalról, ez esetben milyen szabálysértéseket követett el az úr?
aki ezt tette. Micsoda? Hogy mi? Ki? Kiment izével megkülönböztető jelzés. Hát én amúgy a rendvédelem, igen. Ja, rendőr, igen. Mondjuk ön megy az úton. Gyálám cső. Mehet is, zú, mehet is. Csak hátulról fogják át, kimegy a dupla zárón a mögötte lévő autó, és kipiteli van. Igen. Ez fel lesz, fel lesz egy bébe csak. Meg a katonaságra meg kell menjünk, csak a lopott autóval, azt a vezet, ez az életveszélyes. Baleset okozása. Igen, ennyi. Dupla záróvonal átlépés. Jó, hát igen, az mondjuk elég súlyos a dupla záróvonal. Rosszabb, mintha egy záróvonal lenne. Hát igen, nyilvánvalóan kétszer. Dupla bünti, úgy hallottam. Hát igen, Fapolon, te is ide tartozol? A büntetésből a Bobby is kapott lesz, stream kéne. Hát nem igazán, azt lenyújja a kormány. Igen, kormány az önkormányzat. És jól keresnek itt a rendvédelmisek? Kezdő fizetés az 3500. dollár, és hogyha magas így teljesítményük így a heti szinten, akkor még plusz 25 000 dollár, és annál még lehet 35 000, vagy 55 000, vagy 85 000. Igen, mert ez nagyon fontos nekünk az anyag. Ez óránként? Nem óránként, ez a magas összeg, ezt mondtam, ez hetente. A másik összeg, amit itt mondtam, az óránként. A 3500 a kezdő fizetés óránként. Világos. Maga itt ilyen, maga a vezetője tettem. Akkor itt a Highway Patrolnak? Igen. Én végül az érezetesre. Látszik a kiálláson. Hát. Igen, szóval nagyon határozott. Elmegyünk a katonaságra? Igen, még elmegyünk, gyorsan leteszteljük önöket. Jó, akkor a kölcsönvett autónkkal követjük magunkat. Igen, kölcsönvett, jó, rendben van. Gyere már, kutbocska. Nem javaslok. Megyek. Nem garantálok semmit, mert nagyon durva megy ez a Tesla. Mi csipog ebbe a kocsiba? Nem tudom. Nem, mindig azt hittem SMS-t kapok. Nem inkább a... nem kötik be magukat? Én egyből bekötöm magamra, mert rendőr leszek. Értem. Így van, az első fontos dolog. Mindjárt kiszállok, megnézem a tükröket, jók-e. Igen, meg a kerék eléggé fel... elég jó a kerék. Nagyon durva megy ez a teszt ember, most... nézd, egy kicsit rányomok a gázra. Te nyomkodod a gázt? Hogy is kell becsatolni magad? Becsatolod magad. Ja. Tényleg. Az a Mustang hogy ment, az a rendőrös. Húha. Ez is komoly, ide. Ja. Az Evo, amit most kortad. Nekünk meg van egy kózánk, ugye? Jaj. Oké, úgy látom, nem csak nekem rossz helyzet. Ők is így visszaesnek. Visszaesők? Most itt mondod, hova megyünk? A katonaságra letesztelni, hogy mennyire vagyunk ügyesek. Most azt nem zárjuk el, hogy visszaeső bűnözők vagyunk mind. Én azt mondtam nekik, hogy nincsen ilyen büntetett előéletünk. Ja, megkérdezték? Meg, de még nem vagyok benne a rendszerben. Amit elég most is, rengeteg lesz szabályt megszegni, ez utána mondjuk kérdőre őket szerintem. És nem használ a megkülönböztető jelzése. De, megy nekik. Igen? Ja. És nem hallom. És most felvezető autó nekünk. Szóval most nekünk... Szembesába is lehet menni, hogyha izé vagy? Bármit. Ja, jó, ti, igaz, tényleg megy nekik. Akkor igen. Felkapcsolat utána, hogy beléd jönnek, ők a hibásak. Az előbb belénk jött egy rendőr 200-zal, és még azt mondta, hogy mi megyünk-e szerelőz. Valami történik. A rendőrök mindig bántják ezeket az embereket. Mi történik? Vigyázzatok. Vigyázzunk. Jó. Jesus. Az afro, az szimpatikus nekem egyébként. Nem értettem, mikor mondta, hogy az afro rendőröz beszélek, a másik nem is afro. Hogy afro-amerikaira gondolt, azért hajára gondoltam, hogy afro. Mondjuk ez elég könnyen megy. Hát könnyen megy, ez a 13 oldalas. Ja. Jó fej lesz a főnökünk legalább. Nem olyan, hogy hagyják el a légkört. Bocsánat, én nagyon unatkan. Hagyják el a légkört most. Nem azonnal. Tudom, hogy... Jaj, valaki hív. Ki az? Csá! Elütöd! Az jó, bankrabás. Katonaságon vagyunk. Ki az? Hát tekerj oda! Kér valakitől egy kocsit! Nem tudom. Steven neked az? Mi is a neved amúgy? Ja, nem. Gino. Gino. Jó van, Gino. Hát lekúrt a pillecukrot a kocsiba. Yeah. Ja, gyere akkor hozz a csajodat is pillecukrot.
Egész jól vezetem most ezt a tesztát, hogy csak. Folyamatosan arról beszél, vagyis róla, bocsánat. Zulu, Laci, illetve Dark Angel. Na gyere, akkor ott várunk. Ingél. Köszi a követéseket, köszi mindenkinek, üdítáló. Icefox, Barika, Boti vagyok, nektek is köszi. És úristen, chat, mert csak 11 ember kell. Jó. Ahhoz, hogy csak meglegyünk 90 ezeren, az komoly szám. Mert őt is fel fogják venni, vágod? Hát szerintem valaki ránéz. Hát hallottuk, emlékszel arra a túszra, aki még azt sem tudta, hogy kell izé beszélni rendesen? Az ékszerboltnál még régen? Ja igen. Én nagyon csibészes arc volt. Vágod, még ő is rendőr. Komolyan? Tényleg? Ja. Ja tényleg, az előbb ott volt. Igen. Nekünk is ilyen autónk lesz vajon? Nem hiszem. Majd a biciklis egység leszünk. Persze, biztos nem tekerek többet. Nézted, Suri, a fraki ötletet? Nem. Milyen, hol van fraki ötlet? Na most ez lesz a körpálya, uraim. Következő a feladat, a szép volt, szép kiszállás. Tisztel. Gyakorolja, taktikai kiszállás. Na, föl a lépcsőn, itt föl, átugrálnak a nagyok rájuk, itt lejönnek, itt a végén, és ott fognak, és ilyen kört tesznek, megértik. Na, mutassak egy kört? Igen, légy szíves. Igen, na, mert nem értettem. Siessen, időre megy, időre, siessen. Még nem, legyen még nem. Rögemben. Gyerünk mélyre, 3, 2, 1. Egy, és nézzétek, így föl. Ugrál, ja, én azt hittem fel kell menni egész a létrára. Kell egy nagyot de ugrani, 3 méter. Csak egy hülye nem értette meg, szegény. És hogy rendőr, ha mi nem? Hát, nem tudom, ez a jó kérdés, látják. Na, akkor föl kell menni a létrán. És ott fönt lehet menni az a kategóriára, és lejönni igen a túloldalt, nem? Igen. Igen, és ott kell lejönni a végén, és itt a végig futnak hátul. Ott megint hát a túloldalra, igen. Igen, és ott végzünk a túloldalon, oké. Okay. Lefutnak és ide futnak az autóval. És ezt egyszerre csináljuk, vagy külön-külön? Egyszerre. Rendben. Legyen benne kihívás. Annak már nem lesz több próbatétele. Akkor mehet? Indulat. Jó. Havcsol! Baszd meg! Mit csináltál? Micsoda? Sosem csalnék. Szépen nem lehet hátra nézni. Én is. Leugrik, aki berész. Nem veszíted, Csaba! Csaba! Lajos! Csaba, veszítsen! Öreg vagyok én már ehhez. Én inkább irodista leszek. Te köcsög, ha? Beszoptad? Meg kellett próbálni. Beszoptad! Oh! Nehogy szoptam be. Na, nem én szopom be! A kis buzi. Ennyi! Oh, én nyerek! Csabi! Kurva Csabi! Bocsánat! Ő megütött egy kis buzi! Szólok anyának! Ja, ez nagyon helyes. Mentsen meg főnök. Meg kell mutatom ki a domináns. Na, ez szép tudom. Hogy néz ki a hajam? Ezért tapsatom be már. Önöket pedig a következő kiképzés pályára. Na, de jó. Jöjjenek. Csabit is köcsök. Hogy néz ki a hajam? Mennyi üljél külön a rendőr. Jó a hajam így? Nem látom, a Sapi nélkül rég hordtam. Nagyon jó. Ennek örülök. Csabi, te köcsög. Soha nem felejtem el ezt. Álmodban szerintem majd zárd be az ajtót. Nem vagy a család tagja már. Így van. És te ezért? Akarod innen. Oh.
Mondjuk én basztam, mert nem állok, nem állok meg ott a létre, hogy lelökjelek, akkor... Ez az, hogy vicces lett volna. Ah, megint futik, pedig már nagyon kívülök merülve. Csá. Köszi Tomi, illetve Messzes és KPK van, és gyere. Uzumi. Köszi a kérdés mindenkinek. Köszi, köszi, köszi. Üdvít a csatornán, mert csak 8 követőket csinál a 90 ezerig. Úr, jó. Van egy hölgy is amúgy az eleje óta, azt nem zavarik? Az egyre nem férfias. Én is szóltam már, hogyha lehet meleg vagyok. Úrnak, de... Jó, nem probléma. Na, uraim és hölgyek. Hölgyeim, most tényleg csajnak néz. Szerintem engem olyan miatt. Hát az biztos, hogy nem is. Na mindegy. Akkor a következő körpálya. Ott ringanak azon a kis ringón. Utána meg futnak egy kört szépen itt a pálya körül, és amelyik először nyer, az tovább jut. Bemutatja megint az úriember? Vagy most bemutassam? Az az előbb is szarul mutatta meg. Egy legés. Ti csináltatok rosszul? Na. Na, tehát. Itt a startvonal. Rendben. Látod? Lehet, akkor jó. Én nem látom, uram. Megint rosszul csinálja. Egyet lengeni kell, ott a lengőként látja. Igen? Olyan igen. Nincs, hogyha értelmesebb vagyok, mint ő, akkor én nyertem ezt a feladatot. Az lesz az utolsó előtti. És hogy futni kell egy kört, ez kabaj, nem kell ugrálni, meg semmi? Nem. Vagy jó, akkor legyen, akkor csak az önkedvéért. Föld hát kell ugrani ezeken, igen. Toronyba is. Jó. De akkor nem kell jönni. Ringani cserébe, vagy mi ez? Nem, le kell jönni. Föl le kell lépcsőzni, és tenni, és futni kell egy kört. Ja, hogy a nagy toronyba. Igen, a nagy toronyba. Jó. Megint rosszul mutattam. Na, akkor igen, rosszul. Na mindegy. Ja. Na, csak azért engedtelek előbb is előre, mert nem mondtam az út. Induló. És akkor 3, 2, 1, rajt! Ja, hogy ez veszélyes. Gyerünk Lajos! Menni fog! A szerencsém az, hogy a többiek sincsenek kitesízve. Hogyha ugrálok, akkor jobb vagy nem? Valaki mondja már meg a fixet chat, mert nem vagy benne biztos. A rendőrségi kiképzésen vagyok. Igen, jobb. Most itt a oldalt a kiképző pályánál. Ja. Ah! Kösz! Nem mentél fel a toronyba. Úgy sem veszik észre. Hello, szasztok, milyen pálya? És a nyertem. Ja, hova? Nyertem! Szép volt, uram. Kezdjük szerencsére. Szegény hölgy lenn maradt. Kussa jel, az előbb is azért nyertél, Csabi, megütöttél. Ja, Gino, mi a pálya? Nem sok, te sokkám, nem sok, hol a sapit? Na, uram, a gratulálkör is felvételt nyert. Ez az. Következő, ez már nem kell önnek hozzáválnia. Na, becsatlakozta Gino, nem? Mi legyen a következő feladata. Gino becsatlakozhat, ő még egy fél tesónk. Persze. Na, a következő feladat az az lesz, hogy mindegyik háztetőre föl kell mászni és le kell ugrani. Rendőrök lettünk, vagy nem tudom meddig lesz, ja, de... Ja, kihagyom, nem mozgok, hülye vagy? Bemutassam. Akkor nem veszel rendőr. Nem mutatom, rendőr lehet. Aha. Ó, tessám, akkor hú, na oda figyelj, én leszek az első. Mit kell csinálni? Hát mondjuk hát a bőrszíned miatt, igen. Hé, mi? Hé. Hát csak Gyugi. Egyenlőség, testvériség. És az utolsó lepőről leugrotta, akkor vissza kell futni, és ki elsőnek visszaér, az nyer. Hogy menjek fel a izét tetőre, nem vagyok pókember. Hát oldja meg. Én a 150 centimmel hogy menjek fel? Hát, ja, oldjátok meg. Egyéni probléma. Én megoldok. Jó, te olyan gyorsan szaladsz, hogy izé na, felfutsz akkor, a falon is. Akkor indulunk, amikor lehúzom a kezemet most. Amikor így lehúzom a kezemet. Várj, vezérezeres úr, most Gino is becsatlakozhat? Becsatlakozhat. Na, Gino ez vagyok. A Gino menni fog. Igen, Gino. Tudjuk. Na, akkor mindenki álljon sorba, hogy egyedülök legyenek az esélye. Ramint így. Lehúztam a karomat, indul a menet. Mindenki felkészült? Ja. Hát, ez rossz volt. Ez már az? Igen. Akkor menjek. Elindult, menjetek! Fasza. Veszteséges járulék. Ezt tudják mondani. Nem járulékos veszteséges járulék? Nem, fordítva.
Hopp, megvan az első. Na mind áramra fel kell. Hiba. Mind áramra fel kell. Mind áramra. Jó, jó buta. Pedig ő hát a legjobban. Még mindig jó a legjobban. A hölgy is most megindult. A hölgy is nagyon megindult. Nagyon szedi a lábát. Az igen. Többre megnyeri, nem? Igen, megnyeri, megnyeri. Na, nem nyeri. Úristen. Mit csinálsz? Győztem. Nem, most ér be a hölgy. Te, hogy most ér be, ez megütöttél egy lányt. Na, arra ugye meg, de egyenlőség van. Én leszik a bíró, bírót kérünk. Bíró ő lesz, ő a pupák. Szóval. Mondhatja. Pupák. Ez fel lett véve itt kamerára egyébként, és csináltunk egy célfotót, de a toronyban van egy kamera, ott volt egy célfotó. De hogy néz ki az emberi cél, amúgy? Nézzétek már meg! Milyen állam van? Én is pardeszi, milyen orra van? Meghúzta a hajamat. Szép, szép darab. Hallgatom. Meg én nem szart meg az orrammal. És... Geci, milyen orra van Lajosnak, Geci? Dízinek! Mennyi? Nyert, maximum nem nyert, max nyert. Na akkor az utolsó egy szimpla futás lesz. Erről kell elindulni. Itt a gumiabroncsokból. Nem nyert. Beláll mindegyik emberke itt egy gumiabroncsba. És három ember kell Gino indulni. És át kell futni oda túloldalra. Arra jön köki. Utána visszafordulni és visszafutni. Ennyire egyszerű. Sprint. Egyszer, mert lemaradtam egy kicsit ki. Sprint, ez oda meg vissza. Kell szaladni Gino arra. Ah, jó, na, apát faszál. Akkor visszaszállok, nehogy meglökjünk valamit. Hogy a faszomban néz ki. Három. Na, gyerünk befele. Befele a... Meg kell állni a gumiba. Jó, jó gumiba. 3, 2, 1, rajt! Rajt! Nem vagy benne a szabályzatba. Hát nincs a szabályzat itt. Ez vére megy. Hát igen. Akár fegyvert kellett használni. Igen, az utcán az önöknek az élete is azon. Tényleg van egy kés! Hát volt egy kés, Gino. Na, az úr, kés? Hogy lenne nálok kés? Nem sem szóltam. Jézsi, te utolsó vagy mindenbe. Na hát az úr itt, ez már nagyon lemaradt. Hát... Na akkor már csak egy elméleti vetélkedő lesz. Innen már nem kell célfotó. Na, látod Giro kiestél. Hogyha ön jobban fogja tudni elsorolni a Miranda jogokat, akkor ön nyert. És ön is felvétel. Mi csodát? Miranda jogok. Ez finom. Tessék. Na a verseny indul, első... Várjatok, csak be kell vennem egy... Első Miranda jogot elmondhatja az úr. Agysárkentő tablettát. Mert egyszer hogy nehéz vagyunk. Gondoskodni, mert már öreg vagyok egyébként. Jogom van ügyvédet fogadni. És még? Ja, hogy végig kell mondanom? Igen, lehet. Jogom van egy telefonhíváshoz. Hát, jó. Így van. És jogom van hallgatni is, de jobban szeretem, ha beszél, mert úgy jobb a társaság. Na. Meg azt felhasználhatjuk ön ellen. Hát igen, ez jó. És még van még egy. Van még egy... Jaj, basszus. Azt mindig elfelejtem. Ú, de fáj a lábam, bassz meg. Ú, de fáj a lábam, kösz. Ez segíteni akkor, hogy te buta. Mi csinálok, a fáj a lábam? Ja, joga van. Ellátást. Na, ellátást? Ellátást? Mentős ellátást, orvosit. De mit csinálni vele? Meg hát kérhet. Nem, hát kérhet. Gergő, köszi a követést, köszi szépen, hogy sosem halok meg neked is. Majd Marci, de visz neked is. Köszi szépen, három követő gelcsat. Már csak a 90 000-ig. Ú, de kavaly. Ú, de jó. 10 000-re leszünk a 100 000-től. Igen, van a nagy bemutató, az igazoltatás, hogy ilyeneket bemutatjuk önöknek. Jó. Hát reméljük elférünk egy autóval, max 2-vel megyünk, ha nem. De nem férünk el, mert... Szerintem nem. Pont 2-vel többen vagyunk. Hűzsani. Még ott a nehet. Ezt jól kiszámolta. Így nem, sajnos. Hívjon meg helikoptert, főbukti. Ő felöltöztetnek minket, meg ilyenek is egyébként? Vagy ezt felöltöztünk magunkra? Persze, persze. Ó, jó. A szolgálati ruhákat már kiegészítettük. Hajam az maradhat, ugye? Elég pontosan. Elég sejmes. Hát ez tök mindegy, nem zavar, hogy milyen haj van. Szóval akkor fogok járőrözni, biztos. Jó, és Zsófi, ez itt voltál. Uraim, ahol jó, volt már, kurva jó volt a mai napja. Köszönöm, hogy a gettó volt, de be tudsz olvadni. Ja, amúgy az, ilyen titkos fedő akciók nincsenek? Dehogy nem van. Nem tudják még, hogy itt vagyok, tudja. Hát, hogyha ön ezekben mozog otthonosan, akkor... Hát én mindenben mozgok. Mindenben mozog? De mi se, egy drog van nála. Cicagatyába is? Cicagatyába? Cicagatyába. Nem eszi meg a karakterem ezt a kaját? Te. Na, abban nem mozog otthonosan? Hát abban nem nagyon.
Hát azt mondta mindenbe is. Pedig lehetni az első fekete pókember. Amúgy úgy is lesznek YouTube-on most már ilyen mert majd nagy montázsak. Létezik, jó? Te szemlék szóval nem lennék első, második vakszínű. Én is rendőr vagy, és lehet Lajos is rendőr lesz. Egy ideig, de hát... Korruptodni szabad? Most nyilván nem kérdezem meg ezt tőlem, hogy szabad a korruptodni, de vajon szabad? Hát ő azt mondta, hogy ilyen hölgy amúgy is. Meg kell cserélni a hajamat. De hát ő mondta, hogy ő egy hölgynek érzi magát. Jaj, nem lehet? Senki se korruptkodhat? Vagy mi? Hát igen, mert a... Így a szerve, jó? Fair. Rendben, jó az. Elnézést. Lehet tudni, ki lett a vágó. El van nézve. Mondhatom neked, de nem fogod ismerni. Jóbra vagy balra nézve. Egyenesen. Ez igazán, ja. Akkor egy jól? Na, azért mondom. Ó, befoglaltam a helyet. Most nem mondod komolyan. Na, a csomagtartóba berakhatunk valakit maguk szerint? A szabály és a kressz szerint? Hát, most az egyszer megengedem. Jó, jó. De jó szállják ki a csomagtartóba. Csomagtartóba, rakd be a hölgyet. Így tudom berakni. Épp azt nyomják össze szegélyt a csomagtartóba. Hát. Szegény. Most hova megyünk? Visszavegyünk az izére, Highway Patrolhoz? Igen, igen, igen. Verseny, ez is kiképzés. Ott Ali. Ja, persze, azt 500-an megy a kocsi. Még meg csúszik be az, mint jégkoréznánk. Vigyem a kápszét lehet árulni, hogy mi rendőr vagyok vajon? Szerintem nem. Nem? Majd meg akartam kérdezni, lehetünk-e korruptak, de valahogy nem lett volna ideillő kérdés szerintem. Hát én szerintem sem. Majd a ruhát, amikor felveszik utána. Ah, persze. Megnézik, csírodok a kábítószerbújt, és tikkába vágok. Hát hogyha, mi a helyzet öreg? Figyelj már a lükkát, meséljél már amúgy. Pillecukort jól megdöngeted amúgy minden nap. Hát vágod, te mi szoktad ember, hát múltkor küldted a képet is emberre, hogy izé. Fekszereg egymás mellett, tudod, ilyen after sex selfie, aha, te küldted, vágod? Tegnap voltam nálad, 90 ezer költ, jó, szóval 9 ezer lettek be, azért hülye vagyok. Hajszárított neked, mert új hajad van, minden érted. Én láttam 9 ezer, ez egy buta, jobb assá. Miért nem bekapcsoltam a tévét? Azt ment ott a házi Forrest videót, hogy képpel egy kemény ilyen hátulról. 89 ezer meg, köszi szépen, cset. Te nyúl, ugg. Nekem nem mondjad, hogy nem szoktad kurogatni, vágod? Én nem szoktam ember, hogy kurogatnám? Nem, ember, hát a félváros átjárta, én meg egyértelmű, tudod, hogy szifiliszes vagyok, nem mehetek ilyenekbe. Nyugi! Asztja! Jó, most bemutattuk a pit manővert. Az oda jött elég, ember. Ez egy szabályos pit manőver volt. Jól vannak? Vagyunk. Azt a kurva. Prüstöl a kerekünk. A pit manőveri jó volt, ugye? Alól, jön a füst. Nem az a kerék. Ilyen gyorsak csak eljutunk odáig. Ilyen gyorsak most is. Jézus, mi történik? Kicsit lefulladt a gépjárműünk itt mellett. Nem, ez menj még, megmutatom. A megy az. Hogy honnan jött elénk? Az merre megy? Tehát neki ez ment top. Az útnak? Jó, annyira megy. Mi a fasz, hogy szembesába jön? Még mindig itt vannak a rablók. Rendőrök én lettünk, igen, úgy tűnik. Most már rendőrök vagyok. Hát igen, tényleg. De úgy is elkapadnak őket, mint Backstreet Boys, csak eddig hárman voltunk. Most már nincs Backstreet Boys, föloszlott? Hát így van. Hát nem sikerült, nem találtunk utcát hozzá. Mi leszünk a Black Street Police, így van. Vagy a Black Police. Erre kell valami rövidítés, mindjárt kitalálok. Én fehér vagyok. Én is. Nem baj. Nem baj. De nem is azért voltunk Black Street, mert fekák a többiek, hanem... Mert volt egy utcánk, és lett volna egy utcánk, ami fekete, de nem volt. Nem lett. Jó. Miért csipog ez az autó folyamat? Kösd be magad. Rábaszol műszerfalra hátra, de nem. Sáta nem csipog. Ez a Black Street Boys, ez az Oké, nem baj. Jó, hát nem néztem oda, na. Az autópilóta volt, nem én vezetek. El kell döntenem, hogy jó fejrendőr legyek, aki elengedi az embereket, vagy szigorú köcsök, aki ossza a bírságokat, meg ilyen. Szerintem úgy kéne, hogy a nőköz mindenképpen nagyon kifinomultan beszélsz. Ó, tényleg, amúgy. Mutatsz egy példát? Hát milyen példát? Hát hogy szólítál meg egy hölgyet? Hogy tegyék fel átköszönni az utca, hogy csókolom rendőr úr, hogy válaszolnál neki? Így van. Láttál a beszélstílusból már egy-két dolgot szerintem, nem régen. Így van, tanulni lehetne valahonnan. Hát figyelj, azt csinálnám.
odaraktam a vállára a kezemet, azt mondanám, hogy szia! Kacsítanék egyet. Ennyiben, azért jobbra számítottam. Jó szar, azért értem, hogy miért vagy szűzbe 30 évesen. Ettől felketten állok, még úgy megy a csajozás, hogy fejbe verik egy bottal. Rendőr vagyok, érted, nem? Hát igen. Mit csináljak? Mi lett volna a jó válasz? Vágok, figyelek. Tudod, az helmeg, az íj. Így, csak olyan picsát van így, úgy kell, az amúgy jó lesz. Csincsivel mi valami másra gondoltunk szerintem. Milyen bomba van alattad, meg ilyenek? Jó, vágom, de azt mondtad, akkor megállítsam, érted? Akkor megállítom, szálljon ki a hölgyem a gépjárműből. Ali, ez parkolóhely. Meg a hölgye? Megjöttünk. A hölgye. Parkolóval leparkoltok a kocsit. Most persze... Tökéletes. Ez tényleg tökéletes. Jóva, hölgyem. Az a huligán, már utána is mennék. Szevasz, baby. Ez is csatotasított Csaba. Ez is. Naposan is a legkomolyabb rendőr. Az igen. Irodai munka van. Ez még mindig az edzés? Mi van ebben a kukában? Kiképzés része? Ezt minden nap megteszik, így gondolom. Aha. Jöjjenek nagy papírokat aláírni, persze, hogy természetes. Nem vállaljuk felőséget, mert önök meghalnának szolgált közben. Hát az... Itt a tollakat, itt előkészítem a papírokat szépen itt. Az irattárból. Szépen ide kirakom az asztalra, rakok egy tollat, és akkor szépen kérem, aki éppen aláírja a dolgokat, az mondja egy szerencse számot. Jó, hát én a 382-es szeretem. Hú, ezen tényleg az áll, hogy szigorúan 10 centi alatt kell legyen a péniszem, uram? Az sikerült. Nekem őben benne vagy, azért, de akkor benne vagyok, persze. Na uram, akkor aláírtam. Most veszük fel. Persze. Kollégám. Sikerült is. Odébb állok. Átnyújtva az úrnak innen az asztalról a jelvét, illetve... Őrmester lettem, chat! Itt van rajta rá, Lapos Lajos! A San Andreas Highway Patrol őrmester! Na, ez elég komolyan lehető. Máskor is mondhat majd mindjárt. 448. Én már őrmester vagyok, uram. 448, így van. Szörnyeteg vagyok. Egy szörnyeteg él bennem. Írja, kérem szépen az iratot. Aláírtam. Démon. Igen. Ott. Démon. Na jó, akkor itt át is adom a jelvényt az úrnak. Bi, balfasz és szvatos lettem. Hát. Gondolom. A hölgynek is kikészítek egy papírt, jól teljesítettem a kiképzésen. Rám. Utolsó lett. 447 a kedvenc számom. Mennyi volt most? 447. Az utolsókból lesznek a szvatosok. Feláldozhatók. Nem azért, de a Teslájukat ellopták. A lehet, hogy... ATM hanyas frájlott. Itt láttam. Itt tényleg ellopták. Már nincs. Az első bűnöldözésünk. A lopott ja, ez a rendőri diszpécser, geci. Ez nagyon menő. Jó, tudom. Igen, Gino vagyok. Nagyon jó. Akkor itt elkészítek az úrnak egy papírt. 646-ot írok. Ez az izé. Személyigazol vagyok. Rátollat. Szépen írja alá te. Jó. Veszik az menő. SMS Tibi Evelin és Levi Official egy YOLO követéseket. Köszönjük nekinek. Jó. Jó. 14. Nagyon jó, uram, akkor át is nyújtom az úrnak. Mert te voltál ennél 4 hónapot, mire... Várj, majd megbeszéljük a többiek, hogy most milyen rangot kaptak. Na, akkor... Na, rendőrök. Jó napot, Csibi Saba. Jó napot. Csaba úrnak átnyújtjuk a papírt, illetve... Ez milyen kurva menő? 607. Nagyon menő ez a diszpécser, ahogy azonnal erősítés van szükség. Még azt nem, hogy az utcát kiírnám, még menőbb lenne, vagy valami GPS koordinátot be tudnál ütni. Lehet, be tudsz amúgy. Hol tegyük meg az egyenruhánkat? Mindjárt megkapják. Az öltözőben már előkorom a készítőnöknek. Előkészítőnöknek? Magának mi a neve egyébként, vezérezeles úr? Fox Áron. Jó van, Foxy. Úgy fogom hívni. Hogy beszélsz a főnökkel, te szarhár! Ahogy ő velem, mindig hölgyesz. A saját JJ. Na. Jó, bocsánat uram. Akkor Saba úrnak mi is a fejszám? 607. Olyan, valamit elnézést, ez szépen. Véletlen volt. Megfogok egy jelvényt itt a nem kell, nem kell erősítés. Éj, uram, hát óvatosabban, és olyan csináltad magánál. Szép. Megnyomt a serpa, hogy erősítés kell neki. Ha. Ne nyomkodjon már ilyen vészjelzéseket. Jó, itt van erősít. Itt betörik az ablakokat, aztán mindenkit lelőnek, aki nem poliszok. Térképen is látjuk egymást. Most ha lenne rád, abban úgy van, meg kellene szólom rád, hogy téves. Hát igen, a 10-es frekvencián be kéne szólni ilyenkor, igen. Igen. Na jöjjön, ja, kérem szépen, 10-es frekvencián vagyunk. Jöjjön ide! Kérem, kövessenek.
Mivel beszélek a rádióban? Hát... Azt én tudom. Hogy a lettél rendőr? Ja, igen, tudom már. Elbaszott az autó és megkérdeztem, így van. Jó napot kívánok, Lincoln Travis szolgálata jelentkezik. Jaj, halkabban kollega, jó napot. Elnézést, jó napot. Már utálnak, hallod? Hallod? Vagy JJ, van egy vicces sztorim. Micsoda? Beszerült a kabátod. Na mi az? Mi sose adjuk le. Gyere, 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 elmondom. Vágod, vágod, a rendőr, aki leszopta Stevie-t, vágod, itt dolgozik. Én a... nem, ez nem... Komolyan? Beszélek már ilyen hülyeségeket, inkább jöjjön. Jó elnézést! Bocsánat! Alkabban kéne motorot, hogy aki leszoktuk. Ja. Na uraim, jöjjön, hova? Hölgyeim! Mit csináltál, Lajos? Én? Helyzet meghatározás. Itt van a kis kúrek, boldog. Hát volt valami helyzet meghatározás. 5 dollárért tudnak ilyen dolgok. Meg egy-két dolgokban, mert sajnos ütőben... Mennyire nevet ki, azt mondom, 5 dollárom sincs. Hát, az szomorú. És miért van az, hogy nálam itt is 20-ba kerül? Hát, nem érne. Hát lehúzzuk magukat, tudja. Mi jött és 15-et önök, mert még 15-et rám fizetnek. Szolgálati fegyver. Tudnak adni egy 1000-es kölcsön? Visszafizetem holnap. Én nekem hát. Na jó van, akkor várjanak, jöjjenek utánam. Elkö megadjuk az első fizetést. Nem kapunk. De kapnak, nyugodjanak le. Mit volt a telefon a földön? Hát, lopják is a telefonokat. Hát, azért... Kollégák, értelmesebben, nem lopjuk mások a telefonját. Fölvette. Kiesett a zsebéből. Nem szépen, csak elviszi, elviszi az elvesztett izé tárgyak szekcióra. Jó van, uram. Így van, leadom. Most persze tudjuk nyitni, zárni, meg ilyenek van kulcsunk, távirányítós? Igen, igen, ott a kulcs. Bluetooth-os, Bluetooth. 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 Ja. Na uraim, akkor... Ilyet hölgyeim. Na akkor szépen átnyújtom itt az pénzmennyiséget. Nekem nem kell, nekem van. Van. Van, igen. Csak Malpert, hello, hello. Mert van, jó, most már mindez elfogadom, köszönöm. Mondja egy szerencsi számot. 607. Hát... Tovább rendőrök lettem, én kaptam. Kell, 607, nekem, nekem itt a 382 a kedvencem. Ezt nem kaptam. Cső lakjú, cső cső. Elsze minden zseni. Örök, hogy újra itt vagy. Menj is vásárolni. Oké, nem itt vásárolok. Itt? Maybe? Oh, oké, nem itt. Mit? Itt? Hol megvan, oké. Na. Nem kell egy bilincs, mindenképp nem árt. Igen. Kettőt is vettem, hát ez zseniális. Ja, csak egy kellett. Nem baj, egy hát, telefon. Ez nem tárgyalóterem, hanem rádió. Ez... Itt tudják, tudja, amikor... És... Kaja. Ja, meeting. Nem meeting. Inkább jön a nagy sajtó, hogy megkérdezi, hogy mit ügyködünk, ügyködünk. Akkor elmondjuk, hogy mit ügyködünk, ügyködünk. Érti? Billit? Így igaz. Ez így van, világos. Hogy mit? Jó. Ja, akkor nem veszek. És ilyen szolgálati cuccokat, azokat honnan szerezzünk? Hát lent lesz, mindjárt megyünk az alsó. Végre van pénzem, talpas fecskék. Négy telefon, nem? Az a négy szlotom van, ez a mennyisége. Illetve hölgyeim. Jöjjenek. Nem mondjuk a hölgyeket sem. Nincs a diszkrimináció, semmiféleképpen. Jövök, hölgyem. Milyen hölgyem, ha? Viselkedjen. Ide most bejövünk? Igen, bejövünk. Itt a tároló, itt innen... Innen oh. Olyan fegyvereket vehetnek ki, ami nem illegális. Ez az azt jelenti, hogy pisztolyt, MK2-es pisztolyt, combat pisztolyt, heavy pisztolyt, vagy desert. Miért nem bírom megnyitni? Mindegyben hát csak pörkölt van. Hát nem az is van, lent el. Én sem bírom belenyúlni, az a baj. Csak egy ember nézheti a tárolót. Hát itt nincs is pisztoly. Ja, és alul, legalul vannak, hogyha megnézi, ott a polc alján vannak a pisztolyok. Gumibot? Csabi, nyugodj már, ne nyitogasd azt a kurva ajtót! Jó, van már! Türelemmel, uraim, türelem. Így van, türelem, Csabi, bassza. Egy rendőr főérvénye a türelem. Így van. No látja, még az uriember is tudja, aki folyton ja, izgul. Hadd jöjjek már! Miért nem bírom kivenni a gumibotot? Hát, mert béna, túl gyenge. Gyenge? Ez a Gino. Gyenge. Szar vagy. Ha megvan a ha. Gino, haladj már, te büdös köcsök! Várjál, meg bazd meg, mit várjál, figyelj! Sima pisztolyt akkor lehet, ugye? Fekete vagy, és ilyen lassan találd a cuccokat. Sima pisztoly. Minden fekete rabló, jó? Csak a többség. Ó, nem fér el több... Ó, ne várj, ő csinál. Megeszek egy-két szebbicset.
Ilyen sok szemvicset hord magának. Igen, így elbújt majdnem. Értem. Hegesztőt az baj, hogy kivettem? Eléggé. Akkor visszarakom. Nem mindent kell lopkodni, baszki. Pisztoly, az jó. Nem is ajánlom. Igen, pisztoly. Nem, soha nem csinálnánk ilyet. Eszükbe sincs borukodni. És ha? Isten mencs. Tűjtje a vallásom. Na, megvan. Még mindig bírok belenézni. Hölgynek majd amúgy nem lesz izé, itt előkészítő ruhák, mert hát hölgy méretből kifogytunk, majd önnek manuálisan kell majd a ruhaboltba összeállítani. Oké, okay, gondolom kiveszek egy... Miért külön vannak a lőszerek? Sajnos, kiveszek százat. Ja, akkor vehetek magamnak is ruhát, mi? Hát önnek is lehet ilyen kell majd. Bár MK2-es nagyon mi legyen sem, MK2-es jó, nem? Nem tudom, se segge se mellne, szóval önnek lehet, hogy van. Férfi méret is jó lesz szerintem. Van ezen a Dragon zseb? Mi van? Meg vagyok én is. És melyik én ez? Sokan vagyunk. Zseb. A Nad Dragon. Van. Van? Van. Hát akkor nyúljon bele. Hát nyúlok, de nem. Én belenyúltam, van egy pisztoly benne. Megnézem újra. Kerámi a pisztoly. Gumibad nem kell? Oh. Fúrai magam, ne ismerjétek. Ja, lehet így, így belegondolok el. Komolyan? Egy sokkoló, ja, igen. Volt egyszer egy YouTube videók a főzős műsor. Ez milyen, hát milyen szerver? Hát egy ilyen bafalosztéket csináltunk amúgy. Barbecue-t meg elég híres volt, több százezre látták amúgy. Sokkolót meg gumibotot nem vettem. De már letörölték sajnos, mert jogvédett volt, mert valami zenét alá vágtunk, azt leküldték a YouTube-ot. És még valaki nézi a dolgokat? Én megyek, nézem. Ne menjen nézni, én jövök nézni. Ki mondja? Én! Én fekálk az elsőbség. Hát, bebasztad. Ja. Van egyáltalán gumibot benne? Nincs is gumibot, se sokkoló. Nincs gumibot, én nem találtam. Nem, nincs se gumibot, se sokkoló nincs. Hát azt majd nem lesznek lesz akkor, egy lehetnek lenni is. Jó, akkor majd lenni. Jöjjenek, uraim. Azt gondolom pénz kell majd. Hé, várjatok! Hát nem várunk, haladj már. Azt mondtad, fekete vagy, megoldod. Hát de már másodszor nézelődik, mit csinál? Nem bírom belegyújni. JJ vagyok. Őrző. Őrmester, bocsánat. Őrző. Hát én is őrző vagyok, Galaxis vagyok. Maga szoktál ezt hívni? Galaxis vagyok. Geci! Várjanak, előveszem az űrfegyvere, mert űrmodlájátnyatok. Azt a kurva, uram. Akkor mehetünk? Mindenki itt van? Nem a másik kolléga hiány. Mehetünk. Mit mondott? Ne uram, olyan jelenleget, ne mondja! Júlió! Uram! Nem kéne, uram! Kérem, ne! Uram, az... Nincs rendben, nem jó. Na mindegy, ne mondja, kérem többször. Nem bírja a fülem. Bottörlésem, vagy YouTube-ban megnézhető lesz. Ki mondta, hogy háromszor biztos, hogy biztos. Ez nem, ez csak az új festményünk a falon most. Mehetünk? F2. Mehetünk, igen. Majd jön a izé más új ember. 3, 2. Köszi. Micsoda visszaszámlálás. Majd van! Nem F2 vezető, csak fekvő. Pókemből! Ottam szfontos vagyok. Igen, mert nem nyílik. De uraim, nézzék, erre van itt a kihallgató Opus a cellát. Itt van 3 cella, ide szoktuk a bűnözőket bezárni. Tudod, ez fürdőszoba. Itt van a nagy cella is. Vagy a kihallgató, már én is rosszul beszélek. Itt van a kihallgató. Most szeregel egy nagy. Látják, ez ilyen tiszta olyan feeling, amikor beszokták hozni az embert, akkor addig kínozzák, addig el nem mond mindent. Nem lehetett hallani, akkor jó. Szerencsé, hogy nem olyan. Tehát, hogy mindenki egyszerre beszélt. És akkor egyenesen. Ott van az öltözőnek a szobája, a hölgynek nem tud átöltözni, viszont itt ez a lapos mellő, lapos seggű úriember, ez át tud átöltözni. Igen, Ádám. Na mehet. Hallod? Hol itt? Igen. Neked mondta Lajos. Nem, neked önnek mondtam. Ső a lapos Lajos. Most tudsz előni valami fegyvert? Én akkor átöltözök, és akkor elmegyünk neked majd ruháért. Na, ide kell bejönni, és akkor itt az utolsó... Elég komolyan nézek ki, nem? Az utolsót kell kiválasztani itt a három közül. Én azt választottam. Észre rám. Tiszta profi. Oxi. Nagyon jó, nem? Oh! Nem az kell, uram, nem az kell. Az utolsó. Ez jobban áll. Nem baj, az utolsó. Nagyon én vagyok. Ezt a szemüveget le lehet cserélni? Ú, de jó. Nem, szerintem nagyon jó amúgy. Ha úgy gondolja. Jó van. Nagyon jó. Melyik szerrel ARRP-n vagyunk? Szuper jó, hogy szálltunk, akkor jöhetünk tovább. Próbálj egy resit. Bal oldalt, itt van azért. Dom, Pepe, bajban van. Veszed róla a vilincset.
Köszi, szegény emberi, segíteni kellem neki. Gyertek, gyertek. Jöjjenek uraim, jöjjenek, meg hölgyeim, jöjjenek. Megnyílik a zsebet? Jó van akkor. Gyere, meg szívesen el. Itt a fegyver raktár, itt tudnak venni sokkolót, gumibotót. 500 dollár? Lőszer. 500, nincs annyi. Csak a fegyvert vett. Gyeretek akkor még egy kis pénz. Nem sincs több. Mondja egy szerencsés számot. 607. 382. Oh, köszönöm. Ha lehet kártyáról fizetni? Igen, lehet. Hát nekem mindegy, ott sincs. Jó, többet nem kapnak. Ah! Ajjaj, oké, okay. Rossz, mellé ment. Én vettem graffiti eltávolítót a huligánokra. Ajjajjaj. Hát igen, azt, hogy vannak ilyen huligánok, hogy ajjajjaj. Mindenféle opcián szavakat ide. Valamit itt megnyomtam vélet az övemmel, sajnos. Azonnali erősítése van szükségem. Hát ne legyen, most épp nincs szükség. Ne haragudj, a mi vettem volt. Mindjárt bejönnek a kommandósok, szegény hölgyet meg lelövik, mert ilyen gondolom, hogy sok új belesik ebbe a hibába, úgyhogy remélem. Kicsiész, te vagy itt szembe? Ja. Ebben rá se ismerek. Ki rakta le? Uram, miért rakott le egy ilyet? Hát, hogy megmutassam, hogy ezt ki tudom helyezni. Hát, maga tiszta profi. Esküszöm. Most nagyon szépen így rakta. Hát. Eltegyem? Hát jó lenne. Bár nem hiszem, hogy sikerülni fog. Én megoldom. Oldja, Szonyi. Oldja. Mégse túl nehéz. Hogy veszek dolgokat, ha nincs pénzem, vagy van? Az egész irodát. Nincs pénzem, és veszem. Mi történik, se ez normális? A számítógép, csak azt ne. Az volt a legdrágább. Hát igen, a... Számítót hagyom. Veszek mindenből, nem? 98 valamit. Persze! Na jöjjenek, uraim és hölgyeim. Ja, bankról vonja le. Akkor elmegyünk most a hölgynek megcsinálni a rubázatát. Hölgyeknek. Igen, most eszembe jutott, hogy ott van pénzem, mert igen, akkor nyomtam meg véletlen a helyjelzőt, csak igen, az a baj, amikor megnyomtad ezt, igen, onnan van te, megnyomtad ezt az F9-et, akkor nyomtam meg az F10-et, és ez teljesen elvette a figyelmem arra, hogy mennyi pénzem van. Hát, mikor leesett valami. Nem a szappan, nem félreérteni. Félre. Akkor most kérünk, rendőrautóval mehetünk, igaz? Hát azzal megyünk ide, csak kiössz egy gyors. Még mivel szeretnél menni a Teslával? Hát azzal nem, mert ellopták. Jaj, tényleg? Hát azt ellopták. Na is próbálják meg. Uraim és hölgyeim, nem? Hölgyeim, tényleg. Nem tudnak egyelőre venni. Jó, rendben. Szóval szálljanak be szépen ide. Ura, jó az ajtó. Van. Nincs hely. Dehogy nincsen, beférsz majd valaki hát beülj ide hátra. És akkor most mi? Öt fölkapjuk, berobjuk ide az izébe. Jöjjön a platóra. Kapd föl, dobd be az izébe, platóra. Most az ölemben... Mehetünk. Nem bírok. Szállj már. Kiszállok. Kicsit kellemetlen uram. Most akkor az ölemben fog szűrni. De ha akarod, oda teszek a hölgyölébe is. Igen, inkább akkor tegyen oda. Oh. Au! Oda teszek. Biztos meg a vezet? Au! Vaj, uram! Mi a fasz? Én lekötöm magam inkább. Ágyú a tetőn. Adj ki a hangokat. Fáljon, tüzet. Elég hitelesebb. Hangtapítót is szereztél? És most mi a terv? Elhagytunk valakit, nem? Kit? Ja, nem, senki. Megvagyunk, hatalmasak. Ja, hát csak egy embert hagytunk el, de az ott maradt a bázison. Hölgy öltözik át akkor? Igen. Hát itt kell átölni, itt kell megcsinálni. Hölgy. Jó, én maradok az autóba. Mondom, hölgyek, ha itt nem volt, aki tért üveset. Van az autóba, jó? Cigányok kiszálltak 10 az autóba, ha? Nézzem már, hát mi jött a nézelődbe valaki. Cigánya. Szép tudom, jár, de ne parkoljon, uram. Remagunk is ott állnak. De az nem fontos. Szív mindenki itt izél. Értem, igaz, mihez, hogy valaki átöltözik? Igen. Uram, nem lássa? Itt probléma van. Elszakadt a nadrág. Sürgősen kell újat venni. Igen. Kirakjuk a sokkolót, az én nem is vettem. Most már. A buta geci. Uraim, örök voltak a
Negatív uram. Ő az, aki lekúrt a billentyúkrat, vagy le akarja. Csá! Micsoda? Jó napot! Mi? Beszél, uram. Maga adott kaját, amikor karambolasztam. Az látja, és a lazanyi? Így van. Hát, látja, azokra felvittem. Nem, a kajadugni az ét, uram. Nem, uram, ez úgy történt, hogy ez az úr itt mellettem balra álmodott, és elmondta a nagy vágyait, hogy mit szeretne csinálni. Ja, ja. Mondjuk ez is igaz. Miért nem közösen? Hát... Na most megnémult az úr. Mhm. Kicsit már a hölgynek megcsinálni ruháját, hogy is szereted az ilyen dolgokat csinálni. Amennyi... Már keresi, mindjárt megvan neki. Megvan neki, mindjárt, jó. Ja. Ön vagytok a rádiót? 10-es rádió, 10-es rádió. Még nem. Ja, gyertek föl, mert fontos. Fel meg tudnál kérdezni az úr, hogy esetleg itt van-e azon a rádión, aki volt a paletói ATM-rabláson. Uraim, van valaki itt, aki volt paletói ATM-rabláson? Köcsög rendőrök! Mit mondtál, kurva anyád? Gyertek! Jöjjön ki! Lőd ki! Jó, úgy tűnik itt, ez régi trigger elő. Oké. Okay. Jó. Nino, Nino. Jó. Hát már ezt szoktuk engedni. Akkor el fog repülni. Ha... Melyik mondta? Melyik mondta? Melyik szólalt meg? Na, ott van még, itt van még. Ott van. Ja, tényleg itt van. Hát, ilyen sokáig tipikus. A nőből van. Az a maszk a legjobb. Ed, lefagyott a géped? Mi a fasz? Lajos, amúgy nagyon komolyan néz ki így, nem? Fáj a sokkoló, Lajos? Aha, próbáld, vagy ide adod és... Úristen. Mit hallott én? Mint amilyen van a férfi úriembereken? És kérdésem van, ez fáj? De pütös köcsög. Nem volt. De jó, úristen. Már elkezdés van. A szívem. Köszönj te szíved, engem sokkoltál le. Egy golyóállót, azt próbáljam föl. Micsoda? Esetleg golyóállót. Tehát JC, milyen pálya? Ez a buzi mondta. Hát ez a buzi mondta. Csak annyira beleértem magam a rendőrködésbe, hogy kicsit aludtam egy. Hát akkor. Ja? Akkor talán ment egy Gino-val? Nem. Mondjam már, hogy egy fejszállt. Azt hittem ott vagy. Majdnem. Zoli, Karibi, köszi a követéseket. Fortnite God, vagy Good. Bocsánat, neked is köszi a követést. Nagyon jó. A Fortnite Good. Zsaruk, very good. Szerintem igen. Mindig itt áll meg. Na majd vigyál kapni. Igen, szóval Kaleót hallgatnak, hogy mindenkor feltűnik egyáltalán? Nekem nem nagyon. Hallgatok valami mást. Van zene? Igen. Volt. Sokkolom. Én ezzel sokkolom. Mi történik? Mi történik? Majd mi sokkolom, úgyhogy éles van. Lőfegyverekkel lőjek. Nagy izéket. Van egy sokkolom pluszba, kinek van. Nekem. 382 a kedvenc száma. Mert egy igazi amerikai rendőr vagyok. Itt van a... Jó napot! Nagyon van, kedves, köszönöm. Volt. Nincs mi. Itt volt meg én? Itt. Ott. Ott van lenn. Állj ki! Tökös! Na jó, miért fog folyni ezután? Lassan vagy. Kilőjük a kerekét ezután. Igen? A fejét. Jó. Nem, csak is szigorúan kerékkel. Így van. Hát de kezdők vagyunk, mi hibázhatunk, nem? Rendőri műhiba. Így van. Ez a szemüveg amúgy nagyon, nagyon te vagy. Igen. Rak a szigorúan a fejét, nem? Vagy a kere... Jó, elkaptuk! Annak gatya! Gyerünk! Felszólítom, hogy szálljon ki a gépjárműből! Szálljál ki! Szédülök! Szar lehet, szálljál ki! Ő az, akinek nem adtunk kaját, nem? Azt mondta, le fog lőni. Tedd fel a kezedet, uram. Tegye fel. Tedd fel a kezed, mert én más vagyok. Nem tudom. Mi az, hogy nem látok. Nézd így, emelje fel. Milyen buzirendőrök? Mi buzirendőrök? Mi? Azt mondod, hogy köcsögök vagyunk. De az a buzik is lehetünk. Na akkor milyen köcsögrendőrök? Mi? Uram. Szétsokkolja.
10 000-et kaptam, ha ezt mondom minden rendőrnek, ha meglátom. Ki mondta ezt? Ki adta a pénzt? Ne, nem tudom, egy maszkos csávó. Kap egy 20 000-es csekket ezért, uram. Azért tényleg nem tudom megérni, se bogy. Hát, na akkor szépen elkezdem írni, hagyják most már. Már szegény új ember így is megszívja. Elkezdem írni az úrnak szépen. Mert még ezt az autót is kaptam. Tehát lopott az autó? Nem lopott. Azt is írjuk fel akkor. Ez kinek állna érdekében, hogy pénzt osztogasson azért, hogy kötekedjen rendőrökkel? Ez tényleg elég jó kérdés. Hát, most jöttem a városba. Aha. Szépen megírom a szállát, az úrnak átnyújtom. Szépen leszopom a tömbről. Kell valami új sétastílus, a gang... De hogy, mitől veszett el a sétastílusom amúgy? Mit szopom le? Ne már! A legugolok elveszik a sétastílus! Ne! Játszunk, hát akkor nem lesz sétastílusom úgy tűnik. Jó napot! Jó napot! Komolyan? Ezek tényleg... ez rossz. Jó. Ez szerintem a... akartam mondani. Jó, ha most szerintem lassan leadjuk a szolgáltat. Ott először, hogy kimehetnénk, de hagyni kell másnap fogja is izgalmat. Ékezze magát, uram! Bocsánat! Hogy hagyják végén. Oxi úr, lehet leadom a szolgálatot már, aztán majd holnap érkezem. Jó, rendben. Vissza tud vinni oda... Persze. Hoppá, és akkor legalább lesz elég hely a kocsiba pont. Szerintem mi is hasonlóat teszünk, és holnap valamikor. Jó, testvérek együtt alszanak. Így van. Ez egy tényleg így van, a vér összekött. Valaki kapja már a fülszúr. Testvérek, mint a vámpírok. Én meg itt állok egyedül. Hoppá. Így, mi az urat fölkapjuk ide, a középső hölgynek az ölébe ültetjük, jó van az új. Ó, elálljon a hölgynek.